szexleginkább. Nem bár az a cím, hogy a független közösségi média szerepe a közösségek együttműködésében és kosár közösségeken alapul nemzetgazdaságban. Megengedtek, hogy ülve maradjak, nem tudom, hogy sokkal jó, kicsit kényelmesebb. Köszönöm a lehetőséget. Én mindig szoktam hangoztatni azt, hogy lehet egy kicsit csavarni ezen a számolatban. Nem hallatszik. Nem, csak hogy kicsit följegy húzzuk, akkor nem. De a mikrofont létszi, így tartsd. Nem, már nem tudom, jobban a számba kell. Nem úgy, így, ebben a szögben. Szóval köszönöm még egyszer a lehetőséget. Nem szoktam soha semmilyen előadást az elmúlt 20 évben szoktam beszélni itt ott, nem szoktam készülni. Vannak alapvető gondolatok, amik úgy irányítják a mondani valómat. Legfőképpen az elmúlt 3 napban nagyon sok minden jött, és ezek alakították a mondani valómat most. Ugye már sok minden elhangzott az elmúlt 2 napban. Rengeteg dolog, amivel egyetértek, sok olyan dolog, amivel kétségeim vannak. Ami számomra nagyon-nagyon fontos, az, hogy hogyan élünk el embereket. Tehát én is az elmúlt, hát mondhatom azt, hogy 20-25 évben emberekkel foglalkoztam egy más vonalon, mondjuk úgy, hogy inkább önismereti vonalon. Ott azt láttam, hogy a legnagyobb hatást az emberekre azt olyan úton lehet gyakorolni, ami kompatibilis a mai korban. Tehát itt beszéltünk rengeteget szakkalitásról, erről, arról. Én úgy gondolom, hogy mintha lett volna egy képváltoszakadás. Ugye a Juhász Zoli, amikor beszélt arról, hogy oké, de szakkalitás jó, korona jó, minden oké, nincsen semmivel semmi baj. De a gyakorlatban mik a megoldások, melyre haladjunk, akkor én ezzel nagyon egyetértettem. A másik oldal pedig az volt, hogy majd a korona mindent megold, vagy hogy majd csak inni kell, és én nem látok itt ellentétet. Én azt látom, hogy a megoldások azok különböző szinteken jönnek. Tehát a mindennek a lényege, nagyon sajnálom, hogy kevés idő volt mindenki számára, mert például én nagyon szívesen meghallgattam volna például a kis Újrök Zsoltnak azt az önismereti anyagát, ami például nálam egy héttel ezelőtt a Günther oldalnak a találkozóján 60 percben kifejtett, hogy micsoda jelentősége van annak, hogy az emberek milyen önismereti, tudati szinten vannak ahhoz, hogy tudjanak egymással dolgozni. Tehát itt a tengelye, a lényege mindennek az, hogy milyen tudati minőségben vagyunk, és ennek egy nagyon komoly pszichológiai által is alátámasztott rendszere van, hogy egy bizonyos tudati minőség alatt nem az, hogy vezetni nem tud valaki, de követni sem, együtt dolgozni sem. És a társadalomban lecsúszott egy olyan narcisztikus szintomájú társadalom, mint tudati minőségé, ahol emberek csak önmagukkal foglalkoznak, nem képesek beállni sem erre. Tehát az individualitás felé mozdultunk el. A szakralitás az pedig azt jelenti, hogy én szimbiózisban vagyok a teremtéssel, az univerzális elvekkel. És ugye nagyon sokszor elhangzott az a szó, hogy szakralitás, hogy majd a szakralitás, majd a szakrális kormány, majd a korona, és hogy erkölcsök, ezek mind olyan dolgok, amik a szakralitásnak a szimptomái, nem pedig az eszközök. Tehát, hogy legyen valaki erkölcsös, az nem úgy működik, hogy én holnaptól erkölcsös leszek, mert elolvasom egy könyvben, hogy az erkölcs, hanem fölemelkedek, a szakralitásom önmagamban nyilvánul meg. Tehát nekünk a korona, az itt van mindegyikünknek a fején. Kérdés az, hogy aktív-e. A szakralitás az azt jelenti, hogy nem kívül történik külsőségekben, hogyan öltözünk, hogyan, milyen szavakat, milyen dogmákat esetleg ismétlünk, vagy próbálunk ráhúzni egy rendszerre, hanem a rendszer magunk köré épül, amikor a mi belső felszenteltségünk, ugye a szakralitás az azt jelenti, hogy én az égiekhez csatlakozva lehozom magamba az égi rendnek a rendszerét. Tehát itt az önismeret az egy tengely ennek a dolognak, és ez rendkívül fontos. Enélkül nincs harmóniában való működés. Tehát ezt jelenti a szakralitás, hogy föl vagyok kapcsolódva, és rajtam keresztül folyik le az égi rend.
Amikor minden ember be van kapcsolva ebből az égi rendbe, azt hívják egy szakrális társadalomnak, vagy legalább egy jó nagy része az embereknek be van csatlakozva, legfőképpen akik vezetik. Tehát ez a szakralitás, aztán van a másik oldal, ami pedig a gyakorlat. Hogy nincsen köze a kettőnek egymáshoz, hogy valaki a gyakorlaton, a gyakorlati úton indul el és próbálja a saját elképzeléseit, ami esetleg remélhetőleg a szakralitással harmóniában van, kifejezni és mások tudtára adni, akkor annak van egy eszköze. Tehát a kettő nem zárja ki egymást, hogy most mik a fő elvek, ami alapján az egész mozdul, vagy mi a gyakorlati cél. És én azt láttam egy kicsit az elmúlt két napban, hogy volt itt némi ellentét, hogy amikor valaki kifejezték azt, hogy hogyan tudunk elérni legtöbb embert, ugye a Juhán Zoli beszélt ilyen dolgokról, és én nagyon egyetértettem vele, ezen sokan nevettek. Mert én nagyon hasonlóképpen gondolom, hogy a fő elvek mentén kell tudni azt, hogy hogyan működik a társadalom. Mindenki, aki emberekkel foglalkozott, és ugye legalább az elmúlt 10-20 évben, akkor tudjuk azt, hogy a megfelelő módszeren csak a médián keresztül lehet elérni az embereket. Így butították le az elmúlt 100 évben az emberiséget. Így manipulálták, így tették tönkre a társadalmat. Ugye kezdődött a rádióval, utána a televízióval, ugye amikor tele van minden vízióval, és ennél a valóság. Aztán, amikor bejött a közösségi média, akkor ez egy őrült nagy eszkalálódott ez az egész történet. Mert itt már nem az volt, hogy egy irányú volt a kommunikáció, hanem itt mindenfelé megy a kommunikáció, és amikor ez manipulálva van, tömegeket lehet húzni olyan gondolkodásban, amit föntről határoznak meg egy félrevezetés, akkor őrült erővel lehet pusztítani. Na, most amikor akarunk változást, akkor nem szakrális az, hogyha hozzányúlunk azokhoz az eszközökhöz, ami a mai társadalomban effektív. Tehát én is, mint ha mondhatom azt, hogy önismereti mentor, vagy tanácsadó, vagy bármi is mondhatnám azt, hogy én is járom az utamat, amit én bejártam, azt továbbadom másoknak. Én is a közösségi médián keresztül tettem az elmúlt években, még mielőtt az önellátás bejött az életembe. Tehát nekem jogás önismereti közösségeim voltak mindenhol, országban is, meg Európa szerte voltak hozzám csatlakozó kisebb közösségek, ahol akiket én mondjuk úgy, hogy mentoráltam, és a Facebookon is már nekem rengeteg csoportom volt. Azt vettem észre, hogy ott tudok a legjobban, legközvetlenebből kommunikálni az emberek felé, és a legjobb hatást elérni. Nekem valamiért ez az egész ellátás történet így behuppant az életembe, három évvel ezelőtt. Nem három évvel, mert az önellátást én hamarabb kimozdultam már, mert én láttam ezeket a dolgokat, hogy milyen irányban megy a világ, szóval én 2016-15 körül már kimentem, Somogyba vettem egy kis házat, tehát amikor berobbant a Covid, akkor én nekem már mindenre föl voltam készülve, saját kollégini ökoházat építettem, napelem, út, minden ilyen dolog, be volt tározva minden. Én már egy jó ideje vártam ezt a szitut, és amikor ez megjött, akkor ugye én ezt mindent rögzítettem, hogy harmóniában, természettel, ez a saját ételet, stb. Tehát ezeket a dolgokat rég mondtam. Egy pici csoportban, amit a saját tanítványaimnak csináltam, legyen vételt az önellátás címén. És ugye amikor az emberek bejött az egész szituáció, hogy valósággá vált, amiről én beszéltem, akkor ilyen napi százal léptek be. Vagy bocsánat, napi ezren léptek be a csoportomban. Most ez valahol ilyen 125 ezernél van. A Facebookon én már lejöttem onnan, csak az adminisztrátorai csinálják. De lényeg azt vettem észre, hogy ez a közösségi média a minden átkával és mocskával se nem jó, se nem rossz, hanem ez egy energia, mint egy kés. Lehet vele ölni, meg lehet vele gyógyítani. Kérdés az, hogy kinek a kezében van. Nagyon sokszor látom azt, amikor ilyen szakrális, meg spiri irányba elmennek emberek, akkor így szígyák a pénzt, meg a digitalizmus, meg minden. Ez minden energia. Milyen tudatú ember kezében van, azt lehet vele elérni. Szóval én itt, amikor elindult ez a Facebook történet, akkor én láttam, hogy mindig jöttek a fenyegetőzések, hogy meg hát nem, tehát 125 ezer csoportban, amikor adminként bejelentkezek, akkor ne
10 000 ember lássa már ugye azt a videót, hanem ott kéne mindenkinek egy kijelentés. Mert meg állandóan kaptam a fenyegetés, hogy ezt veszük, azt kitöröljük, nem is tudom, talán hiszem, hogy Jonatánnak törölték ki a csoportját, ugye amikor kezdődött a Covid, hogy 150 ezer csoportot így eltüntettek. Ugye? Jól mondom? Gyuri. Nekem a Gyuri. Na, igen. És akkor nekem folyamatosan ez jött, akkor én elkezdtem ezen gondolkodni, hogy oké, kell egy privát szerver, stb. És akkor megalapítottuk ezt a Péter Monnet közösségi oldalt, ahol föl lehet tölteni a tartalmat, biztonságban a tudásanyagunk, stb. Mindenki ismeri egyébként, amiről beszélt, tehát nem is nagyon akarok erről beszélni. És vannak más kezdeményezések is, ugye a juhászolék is csinálni, ez mind nagyon jó. Mindent kell csinálni, mert ez valamikor ez össze fog fonódni, és kell egy független média, mert ugyanazokkal az eszközökkel kell megközelíteni az embereket, mint ahogy lebukítottak bennünket, mert ez a legeffektívebb. Lehet azt mondani, hogy a személyes találkozás az rendkívül fontos. Igen, de ez a második lépés. Tehát én ezt, mint aki csinálok egy ilyen óriási közösséget, meg az oldalon is több ezen vannak, minden nap kapok megkereséseket, hogy hol vannak, ugye erről fog majd Tamás beszélni, hogy hogyan találom meg a többi embert. Mert hogy hogyan tudom a leggyorsabban, anélkül, hogy 10 év alatt végigjárnám az összes kezdeményezést, hogyan tudok kontaktálni embereket, vezetőket, hogy ki mit gondol. Tehát kellenek ezek a portálok. Enélkül sajnos nem effektív az, hogy elérjük az embereket, és ez nem mond ellent annak, hogy majd a korona megoldja, mert igen, a lényeg az ott van, de az egy másik szint. Tehát nekünk kell a kezünkbe adott, mondhatjuk azt, hogy az égiek által kezünkbe adott eszközöket használni. És egyszerűen ez nem egy kérdés, hogy le kell válni ezekről a globalista médiától, mert ez egyfajta fekete mágia. Sokan mondják azt, hogy rengeteg politikussal mindenki máshogy beszélhet, de hát ott érjük el az embereket, igen. Csak nem tudjuk azt, hogy mi az energetikai hatás az, amikor valahova ad az energiádat, idődet, stb. Ezek a platformok azért léteznek, mert ott vagyunk. Illetve én nem vagyok, de hogy nagyon sokan ott vannak. És az számomra mindig meglepő volt, az első gondolat volt az, hogy ha akarok egy olyan elfű dolgot csinálni, ami ez ellen meg, akkor ki kell váljuk. És akkor egy ideig én is ott voltam, de utána mondtam, jó, ez itt, amikor már jött az, hogy csak akkor léphetsz be, amikor összes adatodat oda, eddig is tudják az adataidat, csak most már nem tudod feljelenteni őket, hogyha ők ellenet használják. Tehát akkor éreztem ezt az utolsó, hogy nekem ki kell lépnem. Addigra felépült a saját közösségi platformom, meg vannak más platformok, és én úgy gondolom, hogy vannak megoldások, ha mi akarunk komolyan elindulni a változás útján, akkor ezekről a platformokról ki kell jönni. Nem csak azért, mert nem lehet egy forradalmat szervezni, ezt 1948-ban kiröhögték volna bármelyik forradalmi szervező, hogyha elmondjátok nekik, hogy az ellenségnek az informatikai platformján szervezitek magatokat. Azt mondja, hogy emberek, nem arra úgy. Szóval itt megértem, elérünk embereket, de közben mégis van egy nagyon komoly energetikai hatása annak, amikor mi részese vagyunk, még fenntartjuk azt a rendszert, adjuk az adatainkat, amivel tudnak tőzsdézni. Ha valaki ennek utána néz és belemegy, hogy milyen háttere van annak, hogy valaki fönn van a Facebookon, érdemes, mert rémisztő, sátánilan félelmetes az egész dolog, ami működik. Tehát nekünk meg kell alapozni egy olyan független médiát, ahol a manipulációmentes, a kommunikáció biztonságban vannak, a kapcsolódásaink, a közösségi építő törekvéseink, a tudásanyagunk létfontosságú. Nem fogunk tudni előrébb lépni, és ezt természetesen mind olyan szakrális elvek mellett kell gyakoroljunk, olyan szakrális elvek mellett, amik nem könyvekben vannak leírva, nem erkölcsi, ezek mind nagyon fontosak. Tehát van egy szellemi, belső változás, amiről szól a szakralitás, amit minden embernek végig kell járni. Vége van a 2000 évnek, amikor várunk valami messiást, egy nagy hierárkát, vagy valakit, aki majd jön, megoldja. A vízöntő korában egyéni tudati fejlődésen minden, és ez a tudati minőség fogja majd megváltoztatni a kollektív tudatot, és fog egy másik világot manifestálni. Mi fogjuk meg a manifestálni a másik világot. Itt még lehetne menni abba az irányba, hogy itt azért ez nem fog
úgy történni, hogy nem lesz egy nagy tisztító tűz. Nem egy emberrel beszéltem, a közösségi vezető között is. Meg kell menteni az embereket. Nem lehet mindenkit megmenteni, ez én vagyok. Igen. Aha. Igen. Jó, ez volt a time-out, lejárt az idő. Még öt percem van, jó? Akkor mégiscsak kell előbb. Oké, itt az akkor meg kell állni. De akkor jó, beszélj még erről, mert erről érdemes beszélni. A szakrális társadalmakat mindig olyan emberek vezették. Akik látással rendelkeztek, és nem könyvekről beszélnek. A szakralitás az azt jelenti, hogy kinyílik egy másik tudati dimenzió, amikor becsatlakozol ebbe az égi rendbe, és a vezetők mindig azok a vezetők, mindig azok voltak a szakralis társadalmak vezetői, akik le tudták hozni az égi rendnek az akaratát. Ennek a szimbólum a korona. A korona az egy manifestálódott szimbólum, ugye a királynak ez volt a segítség, hogy fölcsatlakozzon, hogy az égi rendet le tudja hozni. De ez minden emberben ott van, az Isten emberi létben ott van a korona az embernek a fején. Szóval nekünk törekedni kell arra, akik valamilyen felelősséget kaptak ebben a változásban, valami fajta puzzle kaptunk. Mindenkinek van egy dolga. És nekünk arra kell koncentrálni, hogy a saját dolgunkat megcsináljuk. És ez a dolog valahol egybe fog olvadni, és ami a legfontosabb dolog az az, hogy megértsük azt, hogy nem mi csináljuk. Állandóan bárhol megyek ilyen programokra, azt érzem, hogy az emberek, hogy csináljuk meg, hogy támadnak bennünket, és nekünk össze kell, mindig azt érzem, mindig az ego akar. Az ego, a korlátolt én akar. A korlátolt én az nem csinál semmit, a korlátolt én nem világosodik meg. Nem fog létrehozni semmit. Itt megvan az univerzális rend, hogy mi merre megyünk. Sőt, az energetikai térben már minden megtörtént. Ha valaki ebből be tud csatlakozni, akkor hátradől és nézi a filmet és nevet. Mert itt már minden megvan, semmi nem rajtunk múlik. A kérdés az az, hogy mindenki kap egy feladatot. Hogy ezt a feladatot te tökéletesen végrehajtod-e. Ha végrehajtod a feladatodat, akkor megkapod a segítséget annak, hogy te ebben részt vettél. Hogyha te nem hajtod végre, valaki jön és megcsinálja helyetted. Szóval nem, hogy azt gondoljuk, hogy megyünk egy 10.000 éves aranykor felé, és így nem lesz elvégezve a munka. Nem fog pont minden úgy történni, ahogy egy fűszál nem hajlik az égi akarat nélkül. Basz! Nem tudod elrontani, nem tudod átírni, részese lesz. Mint amikor jön egy óriási, hogy mondjam, egy cunami, egy óriási hullám, és ez keresztbe történik, vagy megtanulsz fel a szörfön. És akkor eljutsz oda, ahol kell. De nem is tudom, hol hallottam. Valaki beszélt erről, amit én is sokszor szoktam említeni, hogy az útban naprendszerű megy egy 26.000 éves cirkulációban. És ott egy fölfelé belő szakasz lesz. Itt a nagy tisztító tűzben mindenki kilép erről a játszótérről, a földnevi játszótérről, aki nem tudja, aki nem tud menni ezzel az tudati emelkedéssel, abban az irányba, mondjuk a szakrális kor felé, azok innen kilépnek, aki tud vele tovább menni, az marad, és mindenkinek el kell végezni azt a dolgát, ami neki adva van, de hogy ezt nem a fejlődően jegyébe kell csinálni. És azért nagyon fontos, ami belső szakralitásunk, mert ahol félelem van, ahol rettegés van, ahol nagyon akarom megcsinálni van, ott nincs szakralitás. Ezt kell megérteni. A szakralitás azt mondja, hogy félelem nélküli vagy, mert nem is azt mondom, hogy van hited abban, hogy így történik, mert itt az egy dolog, az csak egy, aki nagyon-nagyon hisz, de nem tud, az mindig egyfajta, vagy egy fanatizmus, vagy egy őrültség. Mert nincs tapasztalás arról. Tudni valamit, az azt jelenti, hogy realizáltan föl vagyok csatlakozva, tisztában mondjuk azt, ahogy megy, és ennek csak akarok lenni a része. Szóval nagyjából ezek a gondolatok jöttek, hogy itt nincs félnivaló, csinálni kell a dolgunkat, minden úgy fog történni, ahogy kell, nem kell aggódni semmi. Minden olyan dolog, ahogy megtámadnak bennünket, ez van azon, ez mind része a színdarabnak. Az, hogy valakinek kellene ostoba emberek, akik lehordják ezt a pár ezer éves
rendszert, és itt vannak már azok az emberek, akik le fogják tenni az alapjait. Csak nekünk föl kell lenni a bizonyos feladatokhoz, hogyha kapunk. Nagyjából ez jutott az eszembe. Köszönöm. Bemelegedett. Villog. Köszönjük a kézzeltel mindenkinek, és akkor következik Fülöp Tamás. Az első napon is tartott volna előadást, akkor betegült, és akkor azt mondta, hogy most elfogja hadarni azt is. Az X-et be. Hogy? Kitöröld az X-et ott fönt. Ráklikkelsz az X-et. Tudod, igen. Tessék. Most lehet valami? Én lehet, hogy ez a lélek. Úgy is lehet, csak lehajlik. Így jó? Így lehet hallani? Nem. Nagyon. El fogsz fordulni. Most? Jobb a kéz. Ez így jó lesz, megszokom. Csak létszé, így tart. Igen. Igen. Ja. Üdvözlök mindenkit. Fülöp Tamás vagyok. Ha jól tudom, van egy 15 percem, hogy 20, bocsánat, hogy megtörténjen az, és elérjük azt, amiről az Zoli beszélt, hogy ebben a hónapban történni fog valami, és megváltoztatja a világot, az életünket. Én azt gondolom, hogy ez a mai napon lesz. És nagyon örülök annak, amit Zoli mondott, mert valóban ez egybe fog érni mindazt, amit ennek az előadás végén nevező prezentációnak fogtok kapni. Az én feladatom az, hogy azt a sok témát és azt a sok tapasztalatot, amit az élet alatt megszereztem, mint mindannyian, azt valahogy összefoglaljam 20 percben. Ezért úgy döntöttem, hogy csinálok magamnak egy szamárvezetőt. A Balogh Péter előadásnál tetszett, hogy így végignyomta a prezentációkat, és majd a felvételen meg tudjátok nézni, hogy mi van ráírva. Mindegyikhez fogok mondani pár gondolatot, viszont megragadva ezt a lehetőséget, engedjétek meg, hogy könnyebben érthető legyen az előadás, vagy pár percet hogy beszéljek magamról. Ugye már nekem a feladatom az, hogy a médiáról beszéljek. A média egyfajta önképünket formálja, és hogyan alakult az én önképem, mit vagyok én, mit csináltam én. Jelen pillanatban biogazdálkodással foglalkozom, kisebb-nagyobb területen, emellett kommunikációval, gyakorlatilag 5 évig voltam most egy egyesületnek a kommunikációs vezetője, én alakítottam ki az oktatási programját, ez a talajmegújtó mezőgazdaság. Emellett kezdjük durván 20 éves koromban, öntudatra ébredtem, és mondjuk azt, hogy karriert akartam építeni, a vendéglátásban kezdtem el dolgozni, Vajsz Andrásnál kezdtem el mixerkedni, másfél év alatt elértem azt, hogy egy saját éttermem és szórakozó helyen volt a belvárosban, a Ferenciek terén, ahol pont az Zoliéknak volt az előző csoporttalálkozók, ez a sakártanya. Majd 23 évesen elérve ezt az élet célomat, gondolkoztam, hogy mit kéne csinálni 23 évesen, hogyha már elérted az élet célodat. És akkor kitaláltam magamnak egy életcélt, ezt megszoroztam 3-mal, ez sikerült 30 éves koromban elérnem, és azzal a problémával küzdöttem, hogy akkor mi legyen a következő életcélom. Ezt megszoroztam 10-zel, amit kitaláltam, most körülbelül 9-szeresénél járok. Mi volt 30 éves koromban az életcélom? Amúgy egyszerű dolgokra kell gondolni. Fiatal gyerek, érzi az életet, de egy idő után családra vágyik. Szerettem volna családot, magyarul mindazt, amit megtapasztaltam egyedül, ezt tehessem egy családdal. Ezt az
utat járhasson végig. Feleséggel, egy gyerekkel, és nyilván azon az úton járják, amit szeretnék. Ez 30 éves koromban megvalósult, nyilván ennek a többszöröse is. Mondjuk az, hogy boldog családapa vagyok és férj. És utána jöttek az újabb és újabb tervek és gondolatok. Volt nekem egyébként olyan szakmám, hogy kemencéket gyártottam, volt olyan szakmám, hogy hitelközvetítéssel foglalkoztam, volt egy ingatlan közvetítéssel, volt, hogy háromszoros áron adtam el a belváros legdrágább ingatlanát. Rengeteg mindennel foglalkoztam. Ugyebár az ember ilyenkor öntudatra próbál ébredni és keresi az útját. Keresik az önazonosságunkat. És mindezt miért tesszük? Én most belevágok a közepébe, amit egyébként kihagytam egy ilyet ebből az egészből, hogy én ezt miért tettem. Hát egy sztereotípia miatt. Gyakorlatilag az én szüleim nem éltek egy kellemes és boldog házasságot, nem sokat beszélgettek, de amikor a Dallas volt péntek esténként, akkor mindenki leült beszélgetni és nézte a Dallas, nem tudom, ki látta a Dallas. És nekem sajnos volt egy ilyen bekattanásom gyerekkoromban, hogy ez lehet az ideális családmodell. Ez egy tudatalatti dolog volt, a média szerepe, ha már itt most a médiánál járunk, és én egész életemben azt a modellt szerettem volna megvalósítani, mint a Bobby Ewing meg a Jockey Ewing keveréke, hogy én a farmon dolgozok délután meg az irodában. Na most per pillanat van 3-4 vállalkozásom, az egyik az egy mezőgazdasági vállalkozás, amellett ülök a gép mellett az irodába. Körülbelül mondhatnám, hogy ezt csinálom, talán az elmúlt 5 évben egy kicsit már másabb, mióta próbálok öntudatra ébredni, és rájöttem erre a sztereotípiára, amitől, ahol én Gellert kaptam, hogy így egyszerűen fogalmazzak. És próbálok visszatalálni önmagamhoz, ami legbelül van, ami nekem választ ad. És ez is az előadásnak az egyik címe, hogy a technokrata társadalom való létezés feltételei között az emberi gondolkodás a technokrata világ keretei és feltételrendszerei tartja rabságban. Ez mit jelent önök szerint? Bárki mondhat hangosan, hogy gondolkozhat. Kapunk egy feltételrendszert, egy keretrendszert, és gyakorlatilag ezek határozzák meg a jövőképünket, ezek elsősorban a sztereotípiák. Milyen egy jó anya, milyen egy jó apa, milyen egy jó üzletember, milyen egy jó családi élet. Nyilván látjuk a filmekben, nekem a kedvenc, és pozitív, negatívan mondom, hogy a kedvenc ilyen tévéműsorom volt a Szexi vagy nem az én kamaszkoromban, nem tudom, ki látta azt a Viva TV-n való műsort, annak annyi volt a lényege, hogy be kellett jönni a lányoknak fürdőruhába, és eldöntötte 3 zsűritag, nem akarom minősíteni őket, egy homoszexuális, egy prostituált, meg nem tudom, ki volt a 3. zsűritag, hogy szexi vagy nem. És a 10 éves fiatal lányok, amikor hazajöttek az iskolából, délután 4-kor, akkor ezt nézték a Viva TV-n. És ezt határozta meg a jövőképüket. Hogy ők értékes emberek lehetnek, vagy nem. Ez az egyik legpusztítóbb műsor az én fiatalkori életemben. És ezek a sztereotípiák gyakorlatilag, amik alkotják a mai emberek, felnőtt emberek jövőképét, hogy ő gyerekkorában mit látott, milyen szeretne lenni. Jó, ez csak egy egyszerű fogalom. Azt kihagytam az elején, hogy én megkértem magamnak, hogy ma önöknek olyan előadást tartok, hogy legyen mit hazavinni, hogy akkor tudjanak vele mit kezdeni. És lehet, egy picit ilyen tanítós leszek, de a fogalmakkal kezdjük. Sztereotípiák. Az egész emberiség az összes cselekedetét a sztereotípiákra építi. Az eddig megtapasztalt és a múltbeli megtapasztalásaira, azok kompenzálásaira. Gyerekkoromban szegény voltam, ezért felnőtt koromban nagy autót akarok venni, nagy házban akarok lenni. Folyamatosan kompenzáljuk ezeket. Mi szülők a gyerekeinknek rengeteg sérelmeket okozunk, a gyerekeink ezeket fogják kompenzálni. Mint tesszük ezt mi is. Félünk a világ dolgaitól, mert nyilván azt hiszük, hogy van mitől félni. Majd az előadási részében rájövünk, hogy mitől fogunk félni, hogy mi az ok az egésznek. Jó, ezek egyébként, majd meg lehet nézni a Wikipédián is fenn vannak, hogy a sztereotípiák mit jelentenek, nem akarom most nyilván felolvasni, aztán önök is értik. Milyen sztereotípiákat ismerünk? Önök milyen sztereotípiákat ismerek? Milyen... Én úgy fogalmaztam meg, hogy ha a tudat határozza meg azt a létet vagy formát, az a sztereotípiaként említi a tudomány, viszont ha a lélek határozza meg azt a formát, akkor az a minőség. Én apa minőségben jelen vagyok a társadalomban, férj minőségben jelen vagyok a társadalomban, hál' Istennek még gyermek minőségben jelen vagyok a társadalomban. Milyen az ideális gyermek? Milyen az ideális férj? Na most az érdekes ebben az egész történetben, a média szerepéről beszélgetünk, hogy amikor megismerkedik egy fiatal fiú meg egy lány, akkor keresik a másikban, mondjuk a fiú keresi a hölgyben az ideális feleséget. Erről ő gondol valamit, mint fiú gyermek, látva az anyai mintát, látva a környezetét, ahogy felnőtt, majd az a lány is, akiről szóban gondol valamit az ideális anyáról vagy feleség szerepről,
majd a harmadik a valóság, hogy milyen egy ideális anya meg egy feleség. És amikor valakiben szerelmesek leszünk, én azt szoktam mondani, akkor mindig egy vízióba leszünk szerelmesek, egy vágyba, egy hiányérzetbe. Amikor valakit viszont szeretünk, akkor a beletöltött időt szeretjük meg. Na most ezen gondolkozzunk el, hogy a média mennyi lehetőséget talál ebben, hogy befolyásoljon minket. Hogy kialakít egy olyan jövőképet egy ideális férről, kiidálít egy olyan jövőképet, nem akarok példákat mondani, de biztos önök is ismerik a reklámokat, a feleségről, egy ideális szórakozásról, mitől jó, hogy kikapcsolódás, a sör meg bor van a kezemben. Ezek mind olyan jövőképek és sztereotípiák, amiket tudatilag tudnak befolyásolni. Viszont, hogyha ebből menekülni akarunk, mert hát ígértem önöknek a megoldás, akkor nem a sztereotípiák oldaláról közelítsük meg, hanem a minőségek oldaláról közelítsük meg, az emberi minőségek oldaláról. A minőség az honnan jön? Belülről, a lélekből. Érezzük. Egy lovas barátom mondta azt, mondhatom azt, hogy Kassi Lajos szerint is az egyik legjobb lovas ember Magyarországon. Amikor azt nem tudják önök, de bocsánat, egyéb a lovasok.hu is, és én vezetem ezt a médiacéget. Ez is egy tapasztalás az én életemben. Hogy gyakorlatilag, amikor lovazni akarsz, és tanulod a lovazást, mindenki elmond mindenféle sztereotípiákat, hogy állj a lóhoz, mit csinálj, stb. A lovaz azért csodálatos állat, több más állat mellett, mert ha odamész, a jelenekből azonnal érezni fogod, hogy mit kell csinálni. És ösztönösen megtanulsz lovazni, hogy tudsz lovazni. Erre egy nagyon jó példa a lányom, aki 3 hét alatt egyszer rakták felülött egy lóra, de azt nevezzük nem lovaglásnak. 3 hét alatt tanult meg úgy lovagolni, egy olyan lovon, amin még senki nem lovagolt, hogy egyedül. Elmondtam neki, mit csináljon. 1 hétig csak figyelt a lovakat. Kívülről, de be sem mehetsz hozzájuk. Elkezdett lóul gondolkozni. 1 hétig, ha bemész hozzájuk, csak figyeld őket belülről. Elkezdtek kialakítani a viszonyaikat. 1 hét után csak kihozhatod és vezetheted a lovat. És ha a ló fog veled jönni, akkor utána csinálsz, amit akarsz. Mondja nekem 5 nap után, hogy apa, bementem a lovakhoz. Mondom, jó. 5 nap után, apa, kihoztam a lovakat. Jó. 5 nap után, apa, felültem a lóra. Jó. 2 nap után, apa, lovagolok. Jó. Ennyi. Mert semmilyen sztereotípiát nem kapott, hogy nem tud lovagolni, vagy tud. Egy dolog volt a lényeg, hogy annak a társállatnak, és most bocsánat, emberek is társak vagyunk, megismerjük a szokásait, megtanuljak lóul. Nyilván egy gyereknél ez könnyebb, mert mi felnőttként az iskolában rengeteg sztereotípiát kapunk. Majd tényleg ki fogok térni, hogy melyik része a iskolai tanításnak az eleje és a vége. A médiából nem kell sokat beszélni, kik és hogyan alakítják a fejünkben a jövőképet. Gondolom, ezek itt mindenben egyetértünk, hogy kik alakítják a múltunkat, mit hazudnak a múltunkról, ezzel próbálják befolyásolni a jövőképünket. A sztereotípiák és a képek egyik alkotásnak a legfontosabb, és talán a világ egyik legfontosabb dolga, főleg a médián keresztül, a képalkotás művészete. Ki az, aki hallott a képalkotás művészetéről? Jó. Volt itt egy úriember, aki nagyon sztárolta Anasztáziát. Én most nem pozitív negatívat akarok mondani, én egyébként Pekte Anasztáziás vagyok, az egész családom. Személyesen ismerem nyilván a kiadót, az orosz témákat is, így napi szinten mondjuk azt, hogy képbe vagyok. Az Anasztázia falvakról is. Ez egy lábjegyzet az Anasztázia falvakhoz, csak hogyha már itt a közösségről beszélgetünk, aki esetleg hallott róla, külön kis falvak alakultak erre a mozgalomra, és az emberek ugyanazokkal a problémákkal küzdnek, mint a város, ugyanúgy összevesznek, mert hozzák azokat a képeket, sztereotípiákat magukkal, de hiába jelenik egy ideális környezetben, mint amit a városban tapasztalta. Mert annyira beégett az a kép, az a félelem, az a sztereotípia, stb. Visszatérve a dologra, a képalkotás művészetén múlik minden. Ez önöknek egy most nagyon nagy segítség a jövőben, mint ahogy most nekünk is esetleg kivédeni azt, amit velünk szemben próbálnak, fontosan képeket alkotnak. Mit jelent a képalkotás? Minden kimondott szó vagy leírt mondat mögött ott van egy kép, egy gondolat, amely meghatározza a kapott információ valódi üzenetét. Lehagytam véletlenül az NLP-ről kihallott, neurolisztikus programozás. Az pont erről szól, hogy minden szónak, a vörösnek megvan a jelentősége, a csúszósnak, és bocsánat, most azért használom a kemény szót, mert már mindannyian gondolnak valamire, és gyakorlatilag innestől kezdve ezeket a szavakat ugyanúgy használja a média és a képalkotásban, de megvan a pozitív oldala is a dolognak, a szeretetnek, a gyermeknek, a tájképeknek. Ezeknek megvannak mind a pozitív üzenetei.
ha el akarunk jutni emberekhez, és most Zoli beszélt itt arról, hogy van ennek egy pozitív oldala is a médiának, hogy el lehet jutni emberekhez. Ugyanúgy el lehet jutni a pozitív képalkotásokkal. Ha mi itt egy pozitív képet festünk le a közösségünkről, azokat a képeket használjuk, akkor mindenki azt gondolja rólunk, hogy egy pozitív közösség vagyunk. Lesz egy másik része az előadásnak, hogy majd lehet oda is tekerek gyorsan, ami a képalkotásnak az eredetét és a problémáinkat mutatják, mivel és hogyan lassítják a gondolatainkat, bocsánat, itt kihagytam, egy fontos képalkotás, a gondolat művészete, illetve annak sebessége. Ez egy kulcskérdés. Mi emberek a társadalomban, hogy nem azt mondom, hogy sikeresek leszünk, mert ez ebben a helyzetben nem jó szó, de hogy értsük, hogy sikeres, az azon múlik, hogy milyen gyorsan tudunk gondolkodni. Az a képalkotás. Mennyire tudjuk lemodellezni a jövőképünket egy helyzetben. Ugyebár a jövőképünk az mindig a jelenben, meg a múltban kapott információk sokaságából alakul ki. Ha ezt én le tudom modellezni, mi történik velem. Itt állunk ketten, most bocsánat, a doktor úr példáját hozom föl. Ő hamarabb végig gondolja a történéseknek a lehetséges kimeneteleit. Akkor ő nekem tud tanácsot adni, hogy én merre menjek? Igen. És ha ő engem el akar téríteni, és majd abból meg akar gazdagodni, hogy engem visszatérítsen a helyes útra, azt ő meg tudja tenni, és nem feltételezze semmi rosszat, igen. Vagy ha ő jó szándékot tud nekem segíteni, igen. Azt értsük meg, hogy nincs jelen pillanatban sajnos egyformán gondolkodó ember gyorsaságra. Különbségek vannak. Viszont a teremtésünkből fakadóan minden ember egyformán tud gondolkozni, egyforma sebességgel. A kérdés az, hogy a gondolatunkat mi tartja a rabságban, mi lassít. És mivel nem tudták azok az emberek, majd erre ki fogok térni, akiknek ez a szándékuk, hogy lassítsák a gondolatainkat, nem tudták gyorsítani a saját gondolkodásukat, ezért egy bizonyos időszakban kitalálták, hogy lassítják a mi gondolkodásunkat. Ennek az eszköze a média, csak hogy visszatérek az eredeti címhez. És ez miért van? Mivel lassítják egyébként? Az lehet, hogy a másik dolog, egy példa. Fizess be a csekket, készülj a háborúra, tarts az ellenségeitől. De rengeteg olyan üzenettel, amin el kell, hogy gondolkozzunk, aminek lehet, hogy nincs jelentőség az én életemben. Bocsánat, a front tőlem milyen messze van az ukrán front? És tisztelet a katonáknak, ne értsék félre. Nekem miért kell azon gondolkozni, miközben enni kell adnom a gyerekemnek itthon, hogy ott most mi történik. És nem azt mondom, hogy nem akarok gondolkozni, de rengeteg olyan dolgot tár elénk a média, amin gondolkoznunk kell, ezzel lassítva a gondolkodásunkat. És azt értsék meg, hogy ez csak egy relatív dolog, mert valakinek az a szándék, hogy ő hozzánk képest gyorsabban gondolkozzon, teszi mindezt azért, hogy ő előrébb jusson egy probléma lereagálásában, majd nekünk tanácsot adva, iránymutatva azt az illúziót keltse, hogy ő tudja a megoldást és kövessük. Ezzel ő eltéríti a mi utunkat, majd ezért nyilván pénzt kaphat, vagy kérhet, hogy visszatérítse minket. Mivel mi nem láttuk a valóságot, fogalmunk sincs mi a valóság, mert ott még nem jártunk, ő már ott tart, ezért bármit el tud velünk hitetni. Jó? Nagyjából ez a média szerepe, most így le akarom egyszerűsíteni. Ha bedőlünk ezeknek az üzeneteknek, amivel próbálják lassítani a gondolkodásunkat, felülünk ezekre a félelmeinkre, felülünk ezekre a dolgokra, akkor kik valójában a saját ellen, kik valójában az ellenségeink? Saját magunk, akik elhisszük ezeket a dolgokat, és foglalkozunk ezekkel a kérdésekkel. Nekem az a szerencse adatott meg, hogy egy viszonylag konzervatív gondolkodású feleségem van, és a lányom az olyan közegben nőtt föl, hogy ezekkel nem érintkezett, és ő még érti a természet működését. És ők mindig azt mondják nekem, mert a munkám ilyen nyilván foglalkozott ilyen kérdésekkel, hogy a mi világunkban ez nem létezik, minket ez nem érdekel. Foglalkozunk vele, amennyire szükséges, csak nem olyan mértékben, mint amennyire én vagy te szokták őt mondani. És ők meg azzal foglalkoznak, ami nekik boldogságot ad. Azt a képet vetítik előre maguknak, ami nekik boldogságot ad. Magyarul, ha itt most egy kicsit megformáljuk a saját közös kollektív tudatunkat, képalkotásunkat, bármire képesek lehetünk. És onnastól kezdve, én erre mondtam azt, mindig erre szoktam azt mondani, hogy vannak Zoli is szoktam mondani, a követő meg a teremtő emberek, hogy minden ember teremtőnek születik. Van egy szokása sajnos a közösségépítésnek, hogy bálványokat építenek, és a bálványozásnak egy a problémája, hogy a követők azok leállnak a gondolkodással és a képalkotással, mert majd a főnök megmondja, hogy merre kell mennünk. Ugyebár az egész média erről szól, bárki ezt használja, hogy magát istenítse, hogy ő milyen szuper. Sajnos ez az átka annak, hogy a kollektív tudatunk egy picit alacsony szinten van és le van állítva, nem tudunk képet alkotni, vagy nem akarunk képet alkotni, ez a jó szó. Jó, kicsit felpörgetem.
A modern kori rabszolgasága vagy a pénz igazi története, ki tudja, hogy hogyan és mikor találták ki a pénzt? Így van. Én is hallottam egy történetet. Én azt szoktam mondani, hogy nem voltam ott, ezért nem tudom. Én azt olvastam, hogy az egyiptomiak, amikor gyakorlatilag a rabszolgaságot fenn akarták tartani, mert nem volt elég hatékony a rabszolgaság, hogy hajtották őket, hogy pakolják a köveket, az egyik pap reggel kitalálta, hogy minden rabszolgát felszabadítanak. Meg is lepődött a többi pap, hogy ezt most így bejelentette, de mondta a rabszolgáknak, hogy oké, hogy ti reggel 8-5-ig dolgoztatok, este kaptok kaját, kantin, szállás, stb., de most nem fogtok kapni. Csak akkor, ha elvisztek egy követ, azért kaptok egy bogyót, és 3 bogyóért kaptok szállást, meg kaját. Mit csináltak a rabszolgák? Első örömújongás volt, hogy felszabadítottak őket, utána felfogták, hogy hoppá, hát mi van velem, mi az én létem, mi az én öntudatom, hol élek, hol lakok, mit csinál, mit teszek? Hát akkor én viszont gyorsan a köveket. Viszont a szabadság íze, hogy nem csak egy adag kaját fog kapni, hanem kaphat 2-t is, meg 5-öt is, ha 5-szor annyi bogyója van, ez egyből motiválta őt arra, hogy hordja a köveket. A leírások alapján a rabszolga hajcsárok délbe felismerték, hogy nekik nem lesz munkájuk, mert nem kell hajtani, és ők is elkezdték hordani a köveket. A társaság fele még este is hordta a köveket, és nem hagyta abba. Még akkor a rabszolgák elmentek délbe ebédelni, este pihenni, egy hónap után kialakult a mobil étkezde, így a leírások alapján, hogy már útközben tudjanak enni, és még több követ tudjanak hordani. És gondolják végig azt, hogy ez hogy van a mai világunkban. És mivel kevés az időm, lehet, hogy itt le is fogom csapni, és gyors végigpörgetni, viszont elmesélek egy tanulságot ezzel kapcsolatban. Az én lányom most 10 éves. 8 éves korában vette az első házát. Ő bejelentette 7 évesen, hogy akar egy házat magának, ilyen babaházat, hát mint minden gyermek. Mit mond ilyenkor egy jó apuka? Vegyél magadnak. És akkor megkérdezte, hogy hogyan? Hát mondom, adok neked kölcsön, adok 2 házra valót, és a másikat azt ad ki bérbe. Mi egy olyan helyen lakunk, ahol turisztikailag ki lehet adni szálláshelyeket, ad ki bérbe, és abból kifizeted nekem mind a kettőnek az árát. Azt mondja, hogy apa, de én nem akarok apartmanozással foglalkozni, én akarok egy babaházat. Mondom, jó, hát akkor gondolkozz el rajta, hogy hogyan. Meghallott a feleségem, ma jól lesz, tehát, hogy én hogy merek pénzt kérni egy 7 éves gyerekkel, hogy ilyenért, milyen gonosz apa vagyok. Én meg elmondtam neki, hogy figyelj, hát most nekem is dolgozni kell a pénzért, hát most miért tanulja meg, hogy mi a menet ennek a dolognak. Mindegyéből lett egy veszekedés, amikor azt mondtam a feleségemnek, hogy jó, a gyereknek is, hogy én most ezt kifizetem neked, anélkül, hogy bármit is kérnék cserébe, de én többet neked semmit nem fogok venni az életben. Odaadom édesanyjának az összes pénzt, és ő eldönti, hogy mit veszünk neked. Mert ez így nem működik. Jó, ez lett a családi megállapodás. Majd reggel kijön a gyerek, oda megy az anyukájához, anya, tudnál nekem valami munkát adni? Azt mondja, persze. De olyat, amiért valami pénzt is kaphatok, olyat is tudnál. Kérdezi, hogy persze, de miért? Hát mert ki akar babának fizetni a házat? Akkor pislogott a feleségem, jó, hát akkor legyen. Na, tudni kell, hogy nekem volt egy fatelepem, a lányom eljött dolgozni, 1000 fontos óradíjért, még az emberek 2005-re dolgoztak, és az emberek szóltak, hogy állítsam le a lányomat, mert ő egész nap pakolja a fát, rakatról rakatra, még ezek dohányoztak, mint beszélgettek, ő dolgozott. Volt egy célja. Ez a játék, ez fél évig tartott, összegyűjtött a háznak az árát, megvette, kifizette, közben eladta nekem, kereste a tevetből egy jurtát, élte a saját életterét. És mondjuk, hogy ez egy jó játék volt. Ami a lényeg a történetben, hogy 500 forintos óradíjjal indult, mondta neki, hogy miért becsülöd le magad, kérjél többet, hát mondom, te becsülöd magad, akkor mások hogy becsüljenek. Az odáig jó a sikert, hogy a végén el tudtuk kérni, mert 5000 forintos óradíjat kérte munkájáért. Szól a feleségem, hogy nincs itt annyi pénz, hogy kifizesse a gyereket, hogy valamit csinálja. És akkor mondtam, hogy itt van 100.000 forint, ez tedd félre, ez tök jó lesz, arra a gyereket ki tud fizetni. És akkor egyik pillanatban én tartoztam neki 30.000 forinttal, fatelepi munkáért, jön, hogy oda tudod, abba oda tudod adni a pénzt? Persze. Nézem, csak 20.000 forint van nála, vagy 25. Mit csinálj? Elmondom, banka, na itt az ideje, bevezessük az adót. Mondom, be fogjuk vezetni az adót. Azt mondja, ez mi? Hát mondom, az, hogy minden pénzedből 20%-ot leveszünk, ezt betesszük egy ilyen üvegbe, 3 üveget csináltunk, van az emberjóléti alap, az állatjóléti alap, mennyi, erre pályázni lehet, elmondod, hogy mire akarsz pályázni, ezt leírod, van egy 3-tagú bizottság, te, anya meg én, eldöntjük, hogy meg lehet-e, utána meg elszámolsz a költségekkel. És utána így nézed, hogy jó, mi történt aznap este, mikor ezt én bejelentettem neki? Nem azt mondta, hogy apa, te hülye vagy, megszivattál, hagyd már ezt az egész játékot. Magában rosszat tudod a gyerek 5-10 percet, és így gondolkodik. És mondom, mi van akkor? Azon gondolkozok,
hogy hogyan tudjak többet dolgozni, hogy megkeresem azt a pénzt, amit akartam, mert ezt meg akarom venni. És akkor esett le, hogy bakker, hát ezt csinálják velünk. Hogy egyik zsebemben odaadja a pénzt, mindegy, hogy mi annak az értéke, a másikba elveszi. Mi meg nem azon gondolkozunk, hogy ez megszivatott és kilépjünk a rendszerből, hanem hogyan dolgoznak többet. Magyarul ott van a probléma a világgal, hogy elfogadjuk a pénz jelenlegi rendszerét, miközben ha kell, ő holnap leinflálja a pénzt azzal, hogy nyomtat ki, és én ma ugyanúgy 20 ezeret kérek azért az egynapos munkámért, miközben a pénz már csak fele annyit ér. És ezzel szivatnak meg minket. És akkor gyors, hogy egy percet még hagyd kérek, hagyd lapozzam gyorsan végig. Többen beszéltek tegnap arról, hogy mi lehet a pénz szerepe. Én azt gondolom, hogy egy nagyon fontos szerepe van, az általános értékmérő. Hogyha itt meghagyjuk a pénz szerepét, és nem félünk a pénztől, hanem kezelni és használni tudjuk a pénzt, akkor hasznunkra válik. Van egy gyorsan végig lapozom, hol lehet támogató szerepe a pénznek a közösségi életünkben, értékteremtő szerep, stb. Egyébként van egy könyv, a Bakos Attila, a pénz a mágikus játék, ha valaki tanulni akar, az érdemes elolvasni. Itt, hogy ne féljünk a pénztől, hanem megfelelően használjuk a pénzt, mint értékmérő, hogyan kezeljük a jövőben. És ez egy nagyon fontos része, ezt még el szerettem volna mondani, és ha idáig eljutok, ez már akkor szerintem megérte. Három lépés a közösségi pénz valódi szerepéig. Úgyhogy már mindenki beszélt itt a pénzről, de beszéltünk arról, hogy a pénz az a rabságnak az alapja. Abban egyetértünk, hogy a pénz a rabságnak az egyik eszköze és alapja? Igen. Oké. Okay. Akkor bárki bármilyen pénzt fog itt csinálni, azt fenntartja ezt a rendszert. Mert azért a pénzért dolgozom. Mindegy, hogy most aranypénzért dolgozok, vagy más pénzért dolgozok, a logika ugyanaz, bogyókért dolgozok, és hajtok. Jó? A pénz szerepe visszalép az értékmérő szerepbe, és akkor többen meséltek arra, hogy szeretet, alapú elszámolás, stb., akkor tök jó. És a doktor úr azon fáradozik, hogy egy megoldást találjon arra, hogy ezt elérjük. Itt a megoldás. Mi a megoldás? Az egyik az edukáció. Mit érek abban a közösségben és világban, ami felé tartok? Ha most önök holnap kiköltöznek vidékre, biztos laknak vidéken tanyán, mit érnek abban a közösségben? Ki az, aki ért a tetőépítéshez? Ki az, aki tud hegeszteni? Ki az, aki meg tud felhívni egy tehenet, vagy ért a állattartáshoz? És a többiek mit értenek ehhez? Bocsánat, mivel akarnak foglalkozni, kiköltöztek? Programozni akarnak? Vagy bármi mást? Mert az ott nem kell. Csak értsük már meg, hogy vagyunk egy világban a városban. Én úgy szoktam, hogy turisták vagyunk, mert kimegyünk azokba az illúziókba, amiket majd akarunk élni, és fel se fogjuk, hogy ott mire van szükség. Mi megteremtettük annak a lehetőségét, és én azért vagyok itt, hogy a közösségek találkozójáról beszéljek pár szót, hogy ezeken a programokon lehet képezni az embereket. Egy valós képet kapsz, hogy mi fog rád várni. És hogy most induljál, vagy később induljál. Tételezzük fel, hogy egy év alatt egyébként ki tudunk képezni valakit arra, hogy a vidéki életben helyt tudjon állni. Ennek van egy 5 pillérje, az élettér, táplálkozás, identitás, család és társadalmi kapcsolatok, erre ki fogok térni. Ami a lényeg az egészben, hogyha te érsz valamit abban a társadalmi közegben, ahova amifelé tartasz, mondjuk udvar tartasz karban, házat építesz bármi, akkor neked kialakulnak feleslegei. Mert ugye már felépíted a saját házadat, megcsinálod a saját udvarodat. A kérdés az, hogy mit tudsz kezdeni ezzel a felesleggel. Ehhez kell egy olyan piacteret létrehozni, ahol ezeket a feleslegeket beteheted. Oké? Okay? És ehhez, ha általános értékmérőként használjuk a pénzt, azaz gyakorlatilag azt nézzük, hogy mi a viszonya a tejnek meg a tojásnak, mi a viszonya az ácsmunkának meg a tojásnak, mert most mindenki tejet termel, és abból többlet van, akkor azt ne csináld. A pénznek ez egy jó szerep, hogy megmutatja, hogy az olcsó lesz. És akkor azt hagyd abba társadalmi szinten, mert mi kisközösségi szinten beszélgetünk, tudjuk, de mikor már társadalmi szinten nem. Ha ez a piactér megmutatja, hogy mit csinálják, mire van kereslet, akkor ez hasznos lehet nekem abban a társadalomban, ahova én tartok. Maximálisan. És akkor itt van szerepe a saját pénznek, hogy a közösséget is meg tudjuk úgy ítélni. A közösségi pénz szerepe megítéli azt a közösséget, hogy milyen értéket állít elő. Én Pilisszentkereszten lakom, ott mészégetők laktak korábban, mikor még nem a tüzépen vásárolták a meszet, ők lovas kocsival hordták le az Alföldre a meszet. Mit hoztak vissza? Gabonát. Magyarul, ha meszet akarsz eladni Pilisszentkereszten, akkor kirövögnek, mert abból van bőven. De ha gabonát akarsz eladni, akkor az működik. És a vidéki közösségek, azok meg ha gabonát akartak eladni, köszi, van bőven, de van meszet, akkor arra szükség van. És a közösségek közti különbséget mutatja meg. Jó, én gyors véglapozom, és ez a legfontosabb része az egész történetnek szerintem.
hogy ez a mai nap létrejött, meg az eddigi napok létrejöttek, és a továbbiak is létrejöjjenek, hogy egy nyelvet beszéljünk. Mit jelent ez az egy nyelvet beszéljünk? Erre Zoli is után, hogy nagyon sok területen vagyunk jelen. Mit jelent az, hogy élettér? Mit jelent az, hogy táplálkozás? Mit jelent az, hogy identitás, családi kapcsolat, társadalmi kapcsolatok? Ez a világ összes dolgát jelenti, amiért én bármit is tenni akarok. Ez alá be lehet sorolni az összes cselekedetünket, szándékunkat, akaratunkat. Ez azért érdekes, mert ha én ebben fejlődni akarok, akkor olyan emberek társaságát keresem, akik ezeken a területeken mozognak. De én nem, bocsánat, a társadalmi kapcsolatokon sikeres közösségi vezető előjekkel beszélgetni, ami házat akarok építeni. Mi az első, és nagyon fontos a sorrend. Azt is meg kell érteni, hogy ahhoz, hogy az emberek eljönnek a társadalmi kapcsolatokig, ebben a sorrendben kell, hogy rendben legyen minden. Ha nincs hol aludnom, nincs meg a házam, nem alakítottam ki az életteremet, hiába beszélgetek én közösségekről, akkor egy percet hadd kérek, és akkor én nem szólok meg a többiben. Ami a lényeg az egészben, hogyha hiába akarok társadalmi kapcsolatokat fejleszteni az én életemben, ha nincs hol aludnom, nincs rendben az életterem. És most mi a jó élettér, mi az, amiben önazonos vagyok, és jó, ez egy következő kérdés, de azt gondoljuk végig, hogy gyakorlatilag, ha az életterünk rendben van, a házunk, a kertünk ki van alakítva, akkor a következő, hogy hogyan jutunk el oda, hogy megtermeljük a táplálékunkat, vagy hozzájutunk a táplálékunkhoz, ez ami érdekel minket. Ez már nagyban meghatározza az identitásunkat. Én tanyasi vagyok, én városi vagyok, én ökoházban lakom, én panelban lakom. Akkor nyilván ehhez még a sportszabadítós tevékenységig hozzájönnek a kulturális tevékenységünk, önmagunk, alkotunk, képünk. Ez alakítja az identitásunkat. Ha ehhez választok magamnak párt, akinek ugyanilyen a gondolkodása, ugyanezt szereti, szoktam kérdezni a barátaimtól, a mostani életedhez választasz párt, vagy majd a jövőbenihez, mert ha boldogan akarsz élni. De ehhez a paraméterekhez, hogy nekem mi az élettérben, a táplálkozás, az identitásomban, ahhoz választok magamnak párt, akkor nyilván boldogan fogunk élni kevés konfliktussal. Ha így rendeződünk be egy társadalmi kapcsolatban, mint család, akkor jól fog működni ez a történet. És ez a kulcsa az egésznek. Ez egy közösségi kereső, amit most csinálunk, amiről Zoli is beszélt, hogy gyakorlatilag ezeket a paramétereket lehet megtalálni a közösségi keresőben. Így tudsz keresni, hogy ő az élettérben, kompetens táplálkozásban, és utána majd beszélgethetsz vele a B-terben, a Facebookon, telefonon, ahogy szeretnél. De a fontos, hogy én kit keresek. Ki az, aki az én pillanatnyi élethelyzetemben nagy segítséget tud adni? Ez a mostani találkozónak is a lényege, hogyha összenem, hogy innen hazavigyek valamit. Van itt ökoépítész, aki tud segíteni? Van itt önellátásra szakosodott kolléga, aki tud segíteni a kertészkedésben? Van itt, aki a kultúrában a néptáncot meg tudja nekem tanítani? És kinek mire van most szüksége? Jó, és akkor ennek egyébként így néz ki a platform, meg stb. Majd erről beszélek később, hogyha szükséges, ez a lányom, ez a stb. Egyébként ugyanúgy fog kinézni a platform, mint a Facebook, most bocsánat, hogy gyakorlatilag csak... Ja, bocsánat, mi a Facebooknak az Achilles sarka? Utolsó mondatban megígérem. Önök szerint mi a Facebooknak az Achilles sarka? Nincs rajta térképes kereső. És nem is lesz. Miért nem lesz rajta térképes kereső? Hogy ne tudd, hogy kivel beszélgetsz. Mert ha kiderül, hogy a szomszéd utcában lakik, akivel te egy Facebook csoportban megbeszéled a kertészkedés ügyes bajos dolgait, akkor még a végén átmész hozzá, és elhagyod a platformot. És nem fogsz reklámokat olvasgatni, meg stb. Bocsánat, egyik reggel fölkeltem, és úgy éreztem, hogy megtaláltam a Facebook Achilles sarkát, mert mi a Facebook ellen küzdünk, ő az ős ellenségünk. Most bocsánat, mint média szereplő. És nekem olyan fejlesztéseket kell csinálnom, amit a Facebook nem fog csinálni. Ő nem fog térképes keresőt berakni. És akkor erre mondom azt, hogy ez egy rendezvényünknek a résztvevői, aki a közösség találkozóján voltak, és ha találkozni akarok, nem csak a rendezvényen, tudják, hogy ki hol van. Erre van most szükség? Igen. Köszönöm. Köszönjük szépen az előadásodat. Ilyen picit közül. Hát majd nyilván lesznek hozzá szólások a beszélgetésben. Akkor kérjük Gyűrény Györgyet, hogy tartsa meg előadását. Én is köszöntök mindenkit, Gyűrény György vagyok. Gyógyszerész, nem média szakértő. A médiáról tulajdonképpen annyit tudok, amit személyesen megtapasztaltam, illetve egy hallomásból, előadásokból. Melyik az? PPT-X vagy mi? Mindjárt bajnod meg. Azt mondom, média sima. Ez?
hallottunk kokos dolgokat, kicsit elszálltunk itt a médiában, de visszatértünk a Facebookhoz. A csúnya gonoszhoz, és valóban a közösségi platformoknak egy fontos feladatuk, hogy ott tartsanak bennünket, ne menjünk sehova, és ne legyenek személyes kapcsolataink. Melyik irányba jól? Jobbra, előre. Ja, már nem tudtam, viszont bocsánat. Na most. Nem megy? De megy. Tehát nagyon sokat gondolkodtam, hogy néhány olyan információt fogok összefoglalni, amit valószínűleg mindannyian tudunk. Csak gondoltam az, hogy ahhoz, hogy haladjunk, vagy kitaláljuk azt, hogy meg tudjuk határozni, hogy milyen irányba megyünk, ahhoz kellene bizonyos alapfogalmak. Tehát azt hiszem, hogy mindannyian abban a tudatban vagyunk, és abban a hitben, hogy egy független médiára szükségünk van. Mert amit most kapunk, és amilyen élelmet kapunk itt a jelenlegi médiumoktól, az nem alkalmas arra, hogy nekünk meghatározza a jövőnket, nem is fogadjuk el, amit ők ránk tolnak, ugyanis mert folyamatosan manipulálnak. Tehát hogyan történt ez a régi időben, azt tudjuk, hogy nem volt szükség médiumokra, tehát médiára abszolút nem, és itt a szakralitásra is volt szó, tehát valamilyen módon csatlakoztunk ahhoz a fölöttünk lévő energetikás, nem is tudom, hogy határozzam meg valami, ez mindenki megfogalmazza ezt a szakralitást az életében. Volt közvetlen kapcsolatunk, és ismertük a környezetünket, ismertük azt, ami körülvesz bennünket, közvetlen tapasztalásból. Ennek a tapasztalásnak a valóságát vette el tőlünk a média, mert nem jó az, ha közvetlenül csatlakozunk, és információt kapunk, hanem jobb, hogyha egy szűrő által, szűrőn keresztül kapjuk meg. Tehát tulajdonképpen a szakralitás totális felszámolása a média célja, és nagyon jó úton halad ebbe az irányba. Ez a szakralitás is egy érdekes dolog, én mindig úgy szoktam megfogalmazni, hogy ez olyan, mint egy folyó. És lehetünk a folyó partján, lehetünk messze a folyótól egy sivatagban, és lehetünk benne a folyóban, úszhatunk ára szemben, ami nagyon nehéz és nem működik, és hagyhatjuk azt is, hogy menjünk abba az irányba, merre vinni akar. És akkor megtaláljuk a feladatunkat, és megtaláljuk a szerepünket. Tehát jött a média, amely megmutatja a közvetlen csatlakozás helyett, hogy tulajdonképpen milyen irányba kell mennünk, hogy kell értelmeznünk a világot. Ahogy itt Tamás is mondta, segít, fogalmunk nincsen igazából, hogy mi a valóság. Tehát eljutottunk oda a média szerepével, hogy fogalmunk nincs, hogy mi az igazi valóság, mert a média majd megmondja nekünk, hogy mi a valóság. Tehát az összes olyan mondani valót kifejezi számunkra, ami tudnunk kell, ami szerint a helyes. Valójában nem ez az igazság. Nekünk, ha akarunk egy független médiát összehozni, nagyon fontos tudnunk, hogy az emberek hogy működnek, mire hogyan reagálnak, milyen információt hogy kezelnek, mi határozza meg az életüket, illetve mik a vágyaik az embereknek. Amik legbelül vannak igazából, valahol ott a mélységben, és a média által adott információk pedig ezt szépen lefedik. Tehát tudjuk, hogy két hatalma van a médiának, van a tematizációs és az értelmező, tehát ezek a tematizációs hatalom megmondja, hogy miről, az értelmező pedig az, hogy mit kell gondolni annak, akinek kedves az élete, vagy túl akar élni a holnapot, vagy a mát. Hogyan működik a média? A média tulajdonképpen a rendelkezésre álló információk összességét elkezdi szűrni. Tulajdonképpen egy kapuőri feladatot tölt be, ami azt jelenti, hogy majd ő megszűri azt, hogy nekünk milyen információkra van szükségünk. Első lépésben ezek a kapuőrök tulajdonképpen a sajtó újságírói vagy a szerkesztői voltak, amikor aztán átváltott ez a média fejlődése az audiovizuális irányba, akkor ez a szűrés több rétegű volt, és bejöttek különböző érdekszféra szűrések. Tehát már nem csak egy szerkesztő vagy egy újságíró határozzák, hogy milyen információt adnak át nekünk, már ő is szűrve kapja, vagy pedig fölülről megmondják, hogy tulajdonképpen milyen információt adhat tovább. Tehát tulajdonképpen eldönti a média azt, hogy a rendelkezésre álló információkból mire vagyunk méltók, vagy pontosan az ő érdekében mit kaphatunk. Valódi feladata mi lenne a médiának, ugye? Először is a tájékoztatás. Hogy hitelesen tudjuk, hogy miről van szó, hogy működik a világ,
mi történik a világban, de tényleg tényszerűen, ezt ugye nem kapjuk meg. A másik az ismerete, ezt is, hogy tudjuk valójában, hogy a különböző tudományos eredmények milyen hasznuk van, és hogy építhetjük be az életünkben. Ezt se kapjuk, mert az ismeretterjesztés összekapcsolódik a szórakoztatással, és az információk nagy része már nem arról szól, hogy valami hogy használható az életünkben, hanem hogy adott szeretnek milyen parfümje van, vagy nem tudom, hogy éri az életét. Tehát amikor összemossuk az ismeretterjesztés a szórakoztatással, pedig fontos lenne mind a kettő külön, akkor problémák vannak. Teret kellene biztosítson ahhoz, hogy például egy ilyen összejövetelnek. Tehát, hogy itt bizonyos vezetők és elképzelésekkel rendelkező emberek elmondhassák, hogy ők hogy gondolják a világot. Erre se kapunk semmilyen lehetőséget. Közvetíteni kellene kultúrát is, ami szintén szűrve jön, mert az a kultúra működik, amit ők úgy gondolják, hogy jó. És a rábeszélő funkcióval tulajdonképpen manipulálnak bennünket. Ez a legfontosabb feladat a médiának. Ami fontos lenne, és a sarokpont lenne valahol a média működése szempontjából, az igazság és az érthetőség, illetve az őszinteség, és tudjuk, hogy senki nem soha nem őszinte, aki itt dolgozik és információkat megint. Akik megpróbálták, azok el is tudtak a sérztőben. Mint látjuk, a média egy ilyen pseudovilágot épített közénk és a valóság közé, vagyis már úgy hívják, hogy virtuális valóság, és mindenki ebben él, és azon működik az egész média, hogy ebben a virtuális valóságban, az általa vetített képben bent tartson bennünket. Jelen pillanatban nem publikusan, de ez a negyedik hatalmi ág, és lassan nagyobb befolyása van, mint akár a törvényhozásnak, vagy a bírói hatalomnak, vagy akár a végrehajtói hatalomnak. Tehát olyan mértékben befolyásolja az életünket, amit korábban nem tapasztaltunk meg. Tehát tudjuk azt is, hogy a hatalom abszolút ráteszi a kezét arra, hogy hogyan működik a média, és hogy rajta keresztül milyen információkra vagyunk méltók, illetve neki milyen érdekei fűződnek ahhoz, hogy milyen információkat kapjunk. Tehát hatalmi tényező, és vannak különböző modellek, van a totalitárius, ami abszolút diktatúrikus modell, ami most is látszik a MTVL működésén, ugye föntről megmondják a mi újságban. Van egy ilyen autoriter, ahol különböző gazdasági szereplők kénytelenek úgy működtetni a médiát, ahogy a nagyobb mondják, tehát ez egy diktatúrikus és alapvetően meghatározó média működés. Van még ilyen a liberális modell, társadalmi felelősség, ezek ilyen illúziók. Ez így meghatározó, hogy vannak ilyen médiumok is, vagy amik így működnek, de igazából tudjuk, hogy minden érdekszféra alapján működik. Tehát az egész médium rendszer, tehát a médiák összessége, ez tulajdonképpen úgy működik, hogy bizonyos befolyásoknak felelnek meg. Ide, hogy beszéltük is, hogy korábban jött az internet, és utána a web 1, web 2, és a korábbi információk olvasása és megértésén túl a web 2-vel már az interakciók jöttek, akkor jöttek a social media felületek, és elszabadult ez az egész információ áradat, tehát mindenki tulajdonképpen egy információ forrás lett, és lefordította azt a hülyeséget, amit kapott a saját nyelvére, majd ezt terjesztette, ez is nagyon jól manipulálható. Tehát látjuk ezeket a felületeket, hogy folyamatosan manipulálva vannak, és olyan információkat adnak át, ami igazából nem belőlük jön, csak bizonyos sztereotípiák alapján, vagy egyéb jellegű működések alapján. És ilyentől lesz egy káosz, de a káoszt tudjuk, hogy uralják egyesek, és megoldják. Ekkor jött a web 3 variáció, ami decentralizált folyamata lenne ennek a rendszernek. Ez még képléken is, valószínűleg emögött is áll valaki, vagy valakik. Tehát a tartalomkészítés jelen pillanatban nem csak privilégium, hanem mindenkinek szinte kényszer. Mindenki tolja a social media felületeken a megfelelő infókat, amik vagy hitelesek, de inkább nem, vagy teljesen zöldségek. Tehát tulajdonképpen az egész rendszer úgy elkaotizálódott, hogy nagyon nehéz ebben bárkinek is kiszűrni a valóságot, ha csak nem kapcsolódik egy olyan rendszerhez, ahol ez megvalósítható. Tehát alapvetően elszabadult minden, itt, hogyha az emberről köpködnek valamit, akkor nem tud jogorvoslatot se kapni. Én próbáltam ilyeneket, de
nem sikerült, mert az a médium, ami előadta a dolgait, szintén egy érdek alapján működött és volt egy védelme. Tehát a propaganda és a manipuláció folyamatosan erősödik. Ennek a legnagyobb mintapéldája volt ugye az elmúlt 3-4 év koronavírus őrülete, ahol olyan profik, olyan PR cégek hozták össze ezt az egész információ áradatot, és olyan profin adták nekünk, hogy a világ jelentős része bekajálta. És hogyha ilyenkor az ember nem lép ki ebből a valóságból, akkor soha nem fogja tudni meg azt, hogy valójában mi történik. A propagandán és a manipuláción túl a cenzúra egy nagyon fontos dolog, tehát ahol az ember elmondja a véleményét egy ilyen felületen, simán törlik, amikor úgy jön ki a lépés, nekem is került egy YouTube csatornámat is, amikor úgy döntöttek róla, hogy ez nem megfelelő tartalmat én felrakok, mert megpróbáltam az igazság környékét egy kicsit megcsiklandozni, és ugyanúgy ott álltak a kapuőrök, és azt mondták, hogy ez nem jó. De ugyanezt történt Facebookon is. Itt a manipuláció néhány eszközét mondtam, de nincs olyan sok időnk, hogy meghatározzuk, vagy foglalkozunk vele, de a mainstream hatásod nagyon-nagyon fontos. Tehát az emberek szeretnek csatlakozni abban a sodratban, ahol a többség véleménye van, és éppen ezért könnyű őket ebbe az irányba befolyásolni. Ha láttuk a 2020-as történeteket, akkor láttuk, hogy nagyon lelkesen és mindenki maszkot, maradj otthon és vigyázzunk egymásra, és utána oltakozzunk, mert az baromi jó. Tehát a hűtés ilyen szinten megy, ezt tudjuk, akik itt vannak, azok mind tisztában vannak vele. Ez mindig azt jelzi, hogy most már fogjuk a pofánkat. Tehát ezen túl még mennek ilyen dolgok, hogy hazugságok. Tehát akkor nyilvánvaló hazugság szerepel egy médium felületén, azt régebben ritkábban kockáztatták meg, mert az egész hitelessége tönkre mentett az adott médiumnak, most már ez nem probléma, hazudhatunk holvérzésig. A témákat úgy választjuk meg, hogy nekünk jó legyen, illetve úgy súlyozzuk. Fontos témákat, ha mindenképpen meg kell említeni őket, akkor az újság utolsó oldalán a sportrovat előtt van, vagy a hírekben egy kis böffentés valamikor két mondatban. Illetve azt tudjuk, amit szeretnénk, és alapvetően a gumicsontok azok nagyon fontos szerepet töltenek be. Ne azzal foglalkozunk, ami fontos, hanem azzal foglalkozunk, amit a kezünkbe vagy a szánkba adnak, és rácsálhatjuk. Kérdések, hogy itt hogy akarunk tovább menni ebben a kaotikus, őrült és totál manipulatív világban? Hogyan szeretnénk csinálni egy médiát, és az mit kell? Tehát ugye azt tudjuk, hogy egy saját csatorna mindenképpen kellene. Hogy ezt tévének hívjuk, vagy bárminek, ez teljesen mindegy. Tehát kell egy olyan felület, ahol azok az információk, amit ez a közösség fontosnak tart, egy konszenzus alapján, azok kikerüljenek, és azokat az emberek el tudják érni. És ez mit kell használni? Tehát azon túl egy sajátot kell csinálni, használni kell azt, amit nem szeretünk használni, és szeretnénk eltűnni a Facebookról, meg a YouTube-ról, meg mindenhonnan, de valamilyen módon addig, amíg ez a közösség és ennek a csatornának a nézettsége nem emelkedik föl, ott kell lenni, majd elmondom, hogy miért. És emiatt használni kellene a social media felületeket is, bár utáljuk, és tudjuk, hogy miért össze a történet. Ehhez mi kell? Kellene egy csapat, aki egyrészt ért a dolgokhoz, másrészt lelkes, és úgy érzi, hogy ebbe az irányba kell valamit tenni. Jó sok pénz, ugye, mert itt azért szervereket bérelni, és különböző jogdíjakat fizetni, mert sok mindennel összefügg ez az egész rendszer. Rengeteg idő és energia kell hozzá, hogyha az ember eldöntő megcsinálja. Technikai, műszaki feltételek, és ami legfontosabb, igényes tartalmak. Tehát úgy kell összehoznunk egy ilyen tartalmat, hogy emészthető legyen, jól nézzen ki is, mert rengeteg alternatív csatornán dolgoznak nagyon sokan, és a csatornák úgy néznek ki, hogy én is rámegyek, azért nézegetek bele, mert érdekel, hogy mi van a tartalomban, de aki először rákattint, 3 másodperc után kiszáll, mert már a vizuális benyomása olyan, hogy rettenetes. És hiába, és ha megcsináljuk a tökéletesen jó idézőjelben tartalmakat, ami megfelelően informatív, jól felépítve emészthető, mégis meg kell csinálnunk más tartalmakat ezen a sémán elindulva, a különböző platformokra, ahol lebutítjuk ezt.
Mert egy a lényeg, a Facebook úgy működik, meg a többi social media felület, hogy nagyon egyszerű emberek tömegét találjuk ott. Ha nem butítjuk le az infót, és ezeket a buta idézőjelben, vagy jelen pillanatban nem azon a szinten álló embereket nem érjük el, és itt nem kattintanak, és nem néznek bele, akkor nem jutnak el az értelmes emberekhez sem az információk. Nagyon érdekes módon működnek ezek az algoritmusok, és ennek az a lényege, hogy sokféle módon kell az adott tartalmat kiközvetíteni az embereknek. Tehát kell egy nagyon jót megcsinálni a saját platformra, illetve olyanokat összerakni, amik kattintásvadászok, hülye szó, meg utáljuk, meg nem az alapján működünk mi, de egyszerűen másképp nem megy. Én azt látom, hogyha nem úgy rakok föl egy fontos videót, hogy az elején egy lendületet kap, és valami szenzációs jellegű dolog van benne, akkor nem terjed, mert azok, akik ilyen egyszerűbbek és a szenzációra mennek, nem kattintanak rá. Nem ők a célcsoport, de rajtuk keresztül jut el olyanokhoz, akik valóban fontosak és számunkra lényeges személyek a jövőt tekintve. Hát így röviden ennyit mondanék erről az egész témáról. Itt már közösen kell kitalálnunk azt, hogy ezt akarjuk-e csinálni, van-e ehhez megfelelő csapatunk vagy elszánt emberek, illetve meg tudjuk-e csinálni ilyen formában vagy ehhez hasonlóan, és ez meg várom a hozzászólásokat, a véleményeteket. Köszönöm szépen! Nagyon szépen köszönöm. Ez tényleg média volt. A másik két előadásban is volt kapcsolódás a médiához, de azért sok más gondolatot elmondtatok. Na, akkor az lenne a kérésem, hogy akik be vannak írva erre a kerekasztal beszélgetésre, azok üljenek ki ide gyorsan, és folytassuk a témát. Ercsei Attila, Molnár Attila gondolom nincs itt, Medvecki Zoli, nincs itt. Melyek én? Ja, bocsánat, rosszul. Tehát Kis Zoltán, Itáli, Gyüdéngyő, Fülöp Tamás, Blázer, József. Én Fülöp. Oké. Egri Kovács nem jön. Korkovics János, Kovács János itt van, Orosz Péter, Jonatán nincs, Stregó Erzsi, Cseh Zoltán, Német István. Tüntetésen érezzük magunkat. Tulajdonképpen a Gyuri felvezette azt, hogy miről kell beszélgessünk. Igen, ne hagyjunk ki helyet, akkor inkább üljetek egy alá. Oda, igen. Szóval Gyuri felvezette, mégpedig ugye azt mondta, hogy kell egy független média, vagy el kéne döntenünk, hogy kell-e. Szerintem kell. És ez kell egy jó csapat, kell sok pénz, kell jó tartalom. Ugye, meg még néhány dolgot mondtál, hogy akkor van-e ehhez intuló gondolatotok? Én teljesen szakmán kívülről szeretnék hozzászólni, és észrevenni olyan dolgokat, amik belülről nem láthatók. Például a szakralitás szembenállása az anyagi dolgok iránti mohósággal. Nem tapasztaltam sehol sem, hogy törekvés lenne arra, hogy ezt a pozitív visszacsatolásos, tehát fékezhetetlen mohóságot az elég, az korlátozhatná. Az belülről jöhet pillanatnyilag az elég. Tehát ismeretlen az elég fogalma. Ez még a Skita, hogy mondjam,
tegnap hangzottam Patrubány Miklóstól, hogy az igazság többet ér, mint a siker, a tisztesség többet ér, mint a jólét, a méltányosság többet ér, mint a haladás. Én még azt is hozzátenném, hogy az eleget ismerték az őseink. Ez kulcskérdés. A következő a méltányosságnak és az önérdeknek a ütközése, hogy ez hogy oldható meg. A harmadik gondolat pedig ismételten előjön, ez a kínálat vezérelt, piasztérbe betoló mentalitás, hogy csinálom, 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 hát ha kell valakinek, szemben azzal a húzóval, a szükséglet vezérelettel, hogy azt állítsák elő, amire valóban szükség van, méghozzá az elégnek és a méltányosságnak a figyelembevételével. Na most mi lenne a médiának, bocsánat, az ismeret, tudás, bölcsesség átadásnak a küldetése, a hiteles tudáshoz való hozzáférés csatornáinak a megnyitása. Nem okvetlenül tévé, meg nem tudom, interneten keresztül meg kell találni ezt a módot. És a bölcsességhez való hozzájutás. Tehát az, hogy ne az a heves materiális vonzódás határozza meg az életünket. És az a lényeg, hogy nem csak tudni kell meg bölcsnek lenni, hanem ezt úgy kell tudni átadni, hogy a másik föl is fogja. Tehát akkor lesz ebből hatás, ha ez sokszorozódik és élővé, értetővé, inkább mondom, értetővé válik. Na most hát így kéne gondolkodni a médiáról, és nem az, hogy mennyi pénz van, meg stb., mert igazándiból elejénk, de még a székelyek is, stb. Tehát nem pénzből szervezték meg a maguk lét módját. Úgyhogy ehhez kívánok sok bátorságot. Hát igen, de azért a mai technikával várjuk el, akkor az technika meg pénzbe kerül. Jó, hogy kétszerű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 sz
Nekem is lenne hozzáfűzés. Nem tudom, ki állította össze ezt a listát, hogy ki beszéljen ki után. Aki jelentkezett. Nem. Itt a, most a jó, ki én voltam először. Ha észrevettétek... Szerintem azt kérte, hogy ő utolsónak. Nem kért senkit. De valaki összehetette, nagyon jó intuíciója volt, mert szerintem volt egy íve annak. Ha nekem lett volna időm másfél órában, ugyanide jutottam volna Euróba gyűrűn. Én elkezdtem valamivel, te mentél a praktikális sebészek felé, és te fejezted be azon a dologban. Abszolút jó volt, hogy így volt. Nekem itt a Gyűrűre egy-két... Nagyon jó. Szóval egy-két dolgot felírtam, ugye még az elején elhangzott, hogy kell a média vagy nem. Ugye hát végül kiderült, hogy kell, de tényleg ez egy nagyon jó gondolat volt, hogy ugye azzal, hogy nekünk ennyi okos dolgunk van és az internet létrejött, azzal nem kell használjuk. Tehát elvették a lehetőségét annak a felcsatlakozásnak. Én azt látom, hogy ezek a médiák, annyira távol kerültünk ugye az átlagember attól, hogy ő, neki meglegyen ez a filter, amivel eldönti, hogy mi jó, meg mi nem, mert föl van csatlakozva. Annyira messzere került, hogy ez a média szükség ahhoz, hogy újra visszahozzuk az embereket a megfelelő információkon keresztül oda, hogy ez a, tehát a média célja az, hogy ne kelljen média. Szó szerint föl legyél csatlakozva, mert megtaláltad a megfelelő módszereket, forrásokat, ahol te visszatalálsz majd önmagadhoz. Tehát ahogy elvittek bennünket, úgy eszköze lehet a visszatalálásnak is. És a tisztánlátás. Tehát a tisztánlátás a célja a médiának. Lehet, hogy először úgy, hogy más tisztánlátókat, most ezt többféle értelemben lehet fogalmazni a tisztánlátót, mert az is tisztánlátó, hogyha valaki nem feltétlen abba hájoggal a szemén nézi a dolgot, mint amit a nyugati média akar a szemén. Már az is tisztánlátás, hogyha ezt látja. De, így van. De ezt el lehet vinni egy olyan szintig, ahol a médiát csak arra használjuk, hogy valójában megtaláljuk azokat az embereket, akik segítenek bennünket visszacsatolni.
és ugye mert itt a relatív igazságok vannak. A relatív igazságok, mindenkinek van egy saját igazsága, ezt meg kell érteni. Tehát ha valaki elindul egy spirituális úton, akkor mindig meg fogja tanulni azt, hogy a tudatsűrűségeknek megfelelően, hogy haladunk fölfelé. Mindenki azt hiszi, hogy látja az igazságot, egészen ameddig a totális abszolútban nem tudunk becsatlakozni addig, csak egy részleges igazságunk van. Tehát itt is hangzottak el, sok részleges igazság. Részemről, részedről, Gyuri részéről, mert látjuk valahonnan, de egy másik szempontból meg azt lehet mondani, hogy hát ez nem feltétlen, tehát is-is van. Meg kell tanulnunk azt, hogy is-is, nem vagy-vagy. Mert haladunk egy út irányába, és hogy a kérdésre válaszoljak, itt megint azt látom egy kicsit, hogy kell csinálni egy olyan dolgot, amit együtt csináljunk egy médián. Szerintem tök jól megy organikusan, mi is dolgozunk egy történeten most nagyon komolyan, tehát itt, amit én elindítottam, most egy nagyon nagy fejlesztés előtt állunk, egy nagyon komoly szakmai csapattal, remélem 3 hónap múlva többet is tudok erről mondani, egyelőre nem mondhatok, mert most ez egy ilyen belső körön belül elindult egy munka. Szerintem a Tamás ugyanezt kezdte el, meg mindenki más, aki itt ül, elkezdett valamit, és nem feltétlen kell, hogy egybeolvasszunk valamit, mert mindenki azokat az embereket találta meg, akivel legjobban kompatibilis dolgozni. Hát szerintem itt el kell engedni ezt a dolgot, ugyanúgy tegnap, is, vagy tegnap előtt is erről beszéltünk, egy pénzrendszert. Mindenki csinálja, amit jó szívvel elindít, és úgyis az elrendezés alapján majd ott lesz az, hogy megjönnek a megfelelő emberek, a pénz, ugye, amiket a Gyuri felsőt, ugyanez a dolog nagyon fontos, én is ugyanígy látom, hogy kell egy jó csapat, kell egy irány, egy tisztánlátás, kell pénz, annyi minden más. Abszolút ugyanezek az eredményekhez eljutottunk. Na most, hogyha valakinek, én úgy gondolom, van egy tiszta vágya, akkor az be lesz támogató azzal, hogy ezek a dolgok meg fognak érkezni hozzá, és ez a média az fel fog állni. És hogyha ebből több van, az meg még jobb. Tehát szerintem nem kell törekedni arra, hogy itt egy közös dolog legyen, hanem engedni kell, hogy menjenek a dolgok. Hálózat legyen. Igen. Én folytatom Zolinak a gondolatát. Én a rendszerben hiszek, és a rendszer hiányosságaiban hiszek, hogyha bármi változtatni akarok. Per pillanat, ha a médiáról beszélgetünk, az valaminek az oka vagy okozója. Ha megtaláljuk, hogy minek az oka és az okozója, és akarunk egy jobbat csinálni, akkor annak a célnak kell megfelelni, hogy a kasságos mondta, nem az ősöket kell követni, majd az ősök követnek. Zoli mondása közben eszembe jutott egy nagyon érdekes észrevétel. Nem tudom, hogy tudjátok, hogy mi volt a régi legegyszerűbb média, ha már új médiát akarom csinálni, mert nekem megvan az a gondolatom, hogy kinek csináljuk ezt az új médiát? Minek? Tudjuk, hogy kinek csináljuk, hogy miért. Ismerjük azt a szereplőt, akinek miért csináljuk. És nekem eszembe jut az a város, vagy az a település, ahol élek, ahol napsütéses nap, ez Piliszent kereszt, egy szép főutcán végig sétálva, annak a bácsinak, nénének, aki ott van, vagy annak az emének, miért van szüksége médiára? Vagy mire van szüksége? És az előző kérdésem, hogy mi volt az legegyszerűbb média? Viszont jól szoktok mosolyogni. A pad, így van. Amikor kiindult a bácsi, a néni a ház előtt, és erre van személyes történetem, 2 is, egy jó meg egy rossz. Gyerekként 17 éves koromban még nem volt mobiltelefon, és a Csabi barátomékhoz elmentünk, aki még egy településnek egy olyan részén lakott, ahol még kint voltak a hölgyek, idős nénik. És 5 ház alá rakott a Csabi, csengetek, senki nem jön ki, és kiabál a néni, hogy Csabi nincs itthon. Nézek rá, mondom, mert hol van a Csabi? Elment a barátnőjéhez. És mikor jön vissza? Este út után. Jó, akkor visszajövök őt utána. Visszajöttem, utána találkozok Csabival, beszélgettünk, te mondom, figyelj már, a néni az honnan vágta, hogy te most elmentél meg? Ja, hát mentem el, oda szólt, hogy Csabikám, merre mész? Megyek a Dórihoz. Mikor jössz? 5 után. Ennyi volt az információ és a feladata a médiának, a néninek, hogy összefogta az eseményeket. És ez működik, ha hiszitek, ha nem, ez működik. Ez mai napig is működik. És a szomorú tapasztalatom az, hogy Pili Szentkereszten a házak tövében elvették a padokat. Majd nyilván tettek a padokat, de nem a házak felől az út felé nézve, hanem a járda és a köves út felé közé, ami a házakra néz. Bemegyek az önkormányzathoz, hogy sziasztok, én vissza szeretném állítani ezeket a padokat. Kifizetném ezeket a padokat, a Bandi bácsi itt a faluban meg is csinálja, meg lehet ezt tenni. Nem akarták engedni, valamit én akarok, az nekik nem tetszik.
És akkor beszélgettünk, hogy miért lenne jó, és mondják, hogy ott vannak a padok, hát miért nem jó azt? Na, figyelj már, ki akarja a házfalakat nézni, amikor kiül? És elgondolkoztak is, tényleg milyen jó volt, amikor kiindultak a néni meg a bácsi. És az a korosztály, ami én vagyok, aki felelős vezető, ő is elgondolkozott rajta a legegyszerűbb médián, hogy esetleg érdemes volna visszaállítani. Jó? Akkor menjünk le az alapokhoz, és akkor tényleg olyanokról beszéljünk, amit meg is lehet csinálni, és van is értelme, és hogy mondjátok, pénz kell hozzá, nem kell hozzá pénz. Én azt gondolom, hogy ha rendszer szinten nézzük ezt a dolgot, akkor minden magától helyre jön, hogyha a rendszert helyre hozzuk. A média is, a pénz is, az önellátás is, minden helyre jön. Mi a rendszernek az alapja? 20 kilométerenként kialakítani olyan önálló szuverén kis közösségeket, akik emberi, anyagi és erkölcsi felelősséget vállalnak egymásért. Miért 20 kilométer? Mert biciklivel is meg lehet tenni, meg lóháton is, meg stb. És napi szinten össze tudnak járni, azaz kapcsolódnak egymáshoz, mint média szereplők, átadják a híreket. Nyilván vannak olyan országos hírek, vagy társadalmilag fontos hírek, mint a tudomány kutatása, lehet, hogy lassabban jön el egy ilyen rendszerbe, de gondoljatok vele, hogy régen hogy volt, mikor nem volt újság, nyilván volt újság elég régóta, de azért szájról szájra terjedtek ezek a hírek. Nem kellett hozzá pénz, szűrve volt, nyilván pro-kontra, és innestől kezdve, ha ezekben gondolkozunk, akkor azt gondolom, hogy elérhetünk oda, hogy egy jó keretrendszerrel kialakíthatjuk, hogy ez magától ki fog alakulni. És akkor onnastól kezdve én csak annyit fűznék még hozzá, hogy igen, vannak azok a tartalmak, amik viszont fontosak, hogy eljussanak. Szűrni kell, kiszűri, hiteles vezetők, azok a közösségi vezetők, akik megmondják, hogy ki beszélhet erről, ki nem beszélhet erről. De az ki dönti el? A nép, majd bocsánat, aki bizalmat szavaz neki. És akkor itt van a megtévesztésnek az oltára, a médiának a szerepe, stb. Ebben nem tudom, hogy tudunk-e most rövid távon igazságot tenni, hogy ki az, aki jó szakember, ki az, akit én elfogadok közösségi vezetőnek. Annyi megtévesztést látok a mostani közösségi életben is, hogy előadja magát közösségi vezetőnek is, hogy kövesség. És hiteles az az illető? Nem tudom, hogy hiteles-e. Nekem nem hiteles, másnak hiteles. Ha létrehozok azt a keretrendszert, amiben te hamar, gyorsan le tudod monitorozni, hogy ez az illető hiteles-e, és egy nyelvet beszélünk, egységes értékrendszer szerint tesszük el, akkor nekünk, mint közösségnek ő egy hiteles vezető, hiteles forrás, hiteles információ. Amíg egyénként működünk csak, és bolyogunk a nagyvilágban, és nem tudunk összekapcsolni egy közös értékrend alapján, addig nem tudjuk megítélni az embereket. Egy kihagytam az előadásban egy fontos részt, az önazonosságot. Mit jelent az önazonosság? Azt szerint élek, amit helyesnek cselekszem. Azt szerint cselekszem, amit helyesnek gondolok, és azt szerint élek. Amikor megítélem a saját önazonosságomat, és megítéltek ti engem, eközött mi a különbség? Én a saját értékrendem alapján ítélem meg magamat, a saját elképzelésem alapján, ti meg a ti elképzelésetek alapján ítéltek meg, hogy én önazonos vagyok-e vagy nem. Helyes tanyán élni? Jó, ha valaki arról beszél, hogy önellátás és tanyán él. Én azt gondolom, igen. De azt gondolom, hogy mindenkit a saját önazonosság alapján ítéljünk meg. Magyarul, mikor egy média megítél embereket, az a legveszélyesebb dolog, hogy egy gondolkodásmód a szerkesztő értékrendje alapján kimond róla dolgokat, és befolyásolja a tudatunkat. Ha arra vagyok kíváncsi, mert ugye bár a médiának mi a szerepe, eljutasson információkat, és példákat mutasson, és utat mutasson nekünk, és segítsen megítélni, hogy most az a jó irány, vagy az a jó irány. Nyilván ez embereken keresztül történik, akkor először tudunk kéne, hogy ő neki mi a célja, hogy önazonos az illető, mitől, hogy hiteles-e vagy nem. Erre a média abszolút nem ad lehetőséget, bármilyen médiáról beszélhetünk. Erre csak azok a paraméterek adnak lehetőséget, hogy egy rendszerben gondolkozva, föl tudjuk paraméterezni az illetőt, hogy ő most az élettérben dolgozik, táplálkozásban szakértő, vagy milyen téren közösségi vezető. Jó, röviden, ha még nincs meg a keretrendszer, bármilyen médiát csinálunk, szerintem nehéz lesz. Ha már megvan a keretrendszer, akkor nem kell hozzá relatíve pénz. Én azt gondolom, kell valamennyi, de hogy az úgy magától működni fog. Az úgy ki fog alakulni, és az úgy menni fog. Úgyhogy azt gondolom, hogy a keretrendszerek a fontosak. Abból a szempontból fontos az, amit elmondtak előttem, utána, mint emberek, hogy le tudjunk válni a mostani megtévesztő médiáról. Hogy ne higgyünk annak, amit most elégtárnak, hogy ennek hinnünk kell, vagy ez az irány. És most itt azért vagyunk, lehet, hogy tudjuk meg, hogy minek ne higgyünk, de hogy minek higgyünk, az egy belülről jövő dolognak kell, hogy legyen. Köszönöm. Én vagyok a média, mert én csinálom. Azért álltam fel, mert kiírtam az én hitvallásomat a hátamra. Most a többiek látják, de most megfordulom. Hátat fordítok az eddigi médiának, és új médiát írtam ki.
az Emberi Hülyeség Kutatóközpont és Minisztérium, mert összeülök, hogy ne lopjak ki a sorból. Nem ma kezdtem, de a fiúk azért találkoztak velem. Én egy kicsit más stílusban csinálom. Nekem telefonom van, akciókamera, másik telefon, diktafon, mindenki másképp csinálja, én azt hiszem. És az a lényeg, hogy csináljuk, just do it. És a művészt mindig az, vagyis hogy is mondjam, az alkotás mindig tükrözi a művészt. Tehát amit én csinálok, az én vagyok, amit a másik ember csinál, az ő. A lényeg az, hogy valamit közvetítsünk. Ugye médiáról beszélünk, de valójában médiumokról kell beszélnünk. A médiumok sokkal ősibbek. Egy közvetítő, egy látnok, egy érző ember, aki valamit megérez, és azt elmondja azoknak, akik esetleg nem érzik. Nem látják, hogy itt tulajdonképpen mindenki maszkot hord, csak egy időben ez látszott is az utcákon. Megszereztem a mikrofonnál, van, jaj, de jó. Tehát a média egy része ilyen. Olyan emberek kezében van, akik igazából csak látszat emberek, de, és a művészek kezéből kivették. Most én szeretném a művészet területére átvinni, vizuális kommunikáció. Az emberek többsége vizuális, ezért van a tévé nagyobb hangsúlya, de a rádió, illetve a hang sokkal fontosabb, hogy azért mondom én, mert az én hangom mélyebb. És először is van egy fontos kérdésem. Láttok engem? Igen. Ez nagyon fontos a médiában, tehát látszani. Tehát létezem, mert látszom. A másik nagyon fontos, itt a hagyfogja alaja veszít a mai és az előző napokat is. Vannak dolgok, amiket tudunk változtatni, és valamit nem tudunk változtatni. Nem tudunk változtatni a nap, a bolygók, a hold állását. Ami eddig is volt, az ezután is lesz. Az emberi hülyeség volt, van és lesz. Ezt nem tudjuk elkerülni. Bármit építünk, így közösen, jó szándékkal, ez mindig ott lesz. Ez pedig a tudatlanságból árad. Az eddigi média azzal, hogy blokkolja az igaz tudást, vagy elfertíti egy csomagolással, amit nevezhetünk hazugságnak, ezáltal téves irányba viszi el az embereket, megtéveszti, tulajdonképpen unaloműzést végez, de most már a politikusok is azt hiszem ennek a szórakoztató iparnak a részei. De itt és most, nem csak én, hanem mások is, egyfajta tudományos kutatást végzünk. Ez egy tudományos konferencia, megnézzük, mink van, hozott anyagból dolgozunk, és abból kell nekünk várat építeni. Méghozzá olyan szakemberekkel, akik inkább lelkesek, és különböző területekről érkeztek. Én építész vagyok, és azért vagyok itt a médiában, mert egy irodában dolgozva nem nagyon tudok kapcsolatot építeni másokkal. És a média egy kapcsolatépítés. A mérnöki tudományban és az egész világnak az alapja a geometria. Két pont, és közte egy egyenes. Ez határoz meg mindent. Ennél egyszerűbb nincs. Erre épül a kémia, a fizika, az orvostudománya, nevelés, kapcsolatépítés két pont között, ami lehet 3-4, attól függ, hogy hány dimenzióban gondolkozunk, és a mostani háromdimenziós világ kezd 4, 5 és 6 dimenziósá válni, tehát nem csak síkban, hanem térben, sőt már mindenféle kvantum térben is kell gondolkodnunk. A zsenik is ugyanazt a világot látják, csak másképp értelmezik, és több szempontból nézik a világot. Tehát nekünk ezt a több szempontot kell képviselnünk, mindenki máshonnan látja ugyanazt az almát, amit oda kiraktam, a tudás almáját. Minden van a felülről, másképp néz ki oldalról, kicsit sárga, kicsit piros, de a miénk. A lényeg ebben az, hogy egy tudást kell átadnunk. Én magam vagyok a média. Van szemem, fülem, szám. Néha sokat beszélek, és mondja a doki, hogy foglaljam rövidebbre. De én ezt képviselem. Egy másik ember mást fog képviselni, és azt közvetíti. És a legfontosabb dolog, itt szó esett, hogy kinek csináljuk a médiát. A gyerekeinknek. Ez egy példamutatás. Mit értem el, hova jutottam, most ide jutottam, itt ülök, ezzel a felirattal a hátamon, én ezt képviselem. Azért, mert az én édesapám 40 éve keresztül lehülyézett. Eleinte nem értettem, de rájöttem, azért teszi ezt, mert nem ért, nem ismer engem, és neki ez volt a legegyszerűbb kommunikációja, amiért a végén bocsánatot kért.
miután beoltatta magát, és tudjuk a sorsot hova vezetett, de ez egy nagyon jó tanulópálya volt, hiszen a elmúlt 4 évben sok ember hülyézett le az utcán. Ezzel a maszkal meg pláne koronával a fejemen meg végképp. És én erre immunis voltam, és tudtam hatékonyan dolgozni. Én ezt képviselem, hiszen volt Hoffi Géza, Alfonso és a többiek, akik ebben a stílusban művészként alkottak. Én ezt a médiát képviselem, illetve a tanulást és a tudást. Mutassuk példát, mindenki tud példát mutatni, én az enyémet mutatom. A következő a sajátját, szintén média szakember, mindenki szinte. És mutassuk meg, hogy kik vagyunk. És ha sok lesz belőlem, akkor szól a moderátor, hogy adjam tovább a mikrofont, de ha már édesapám szóba került egy bölcs mondásával, zárnám a szót, amit a könyvembe beleírtam, mert könyvet is írtam, hiszen meg kell tanulni valahogy könyvet írni, az is egy kifejezési eszköz, az is egy médium, és a könyvek nagyon fontosak, a történelemben ez látszik. Édesapám azt mondta, hogy az embernek azért van 2 szeme, 2 füle és csak 1 szája, hogy 2-szer annyit lásson és halljon, mint amennyit beszél. Úgyhogy képzelhetik, én mennyit látok és hallok, ha ennyit beszélek. Köszönöm. Ahhoz, hogy érthető legyen, hogy mi az én álláspontom ebben a témában, ahhoz egy pár szót kell mondanom arról, hogy ki vagyok. Én 20 évet töltöttem el a média világában. 1990-ben kezdtem szerkesztő riporterként, műsorvezetőként, televíziós újságíróként dolgozni. Nagyon sok irányba dolgoztam, az akkori Magyar Televíziónak és a Duna Televíziónak is. Majd 97-ben, amikor a kereskedelmi tévék koncesszióját kiosztották, akkor a produkciós oldalról átmentem a rendszerintegrációs oldalra. Én is műszaki szakember lennék mégiscsak, eredeti végzettségemet tekintve, és elkezdtem tévéstúdiókat, meg közvetítő kocsikat építeni. Aztán 2010-ben úgy döntöttem, hogy ott hagyom a média világát. Ugye amikor az ember mondjuk a mainstream médiákban, vagy azokkal szoros együttműködésben dolgozik, akkor egy kicsit mélyebbre lát abban, hogy milyen mélyen nyúl ürege, és a gyomrával nem mindig fér ez össze egyes embereknek, például nekem se nagyon félt össze, úgyhogy én akkor eljöttem a médiából, teljesen hátat fordítottam neki, alapítottam egy céget, ez a cég jelen pillanatban is működik, ebből élünk a feleségemmel, és aztán soha nem gondoltam volna, hogy én még egyszer mikrofont fogok a kezembe. Viszont amikor átmentem a médiafogyasztók oldalára, akkor kerestem természetesen azokat a tartalmakat, amiket én szerettem volna látni. És azt tapasztaltam, hogy azokat a témákat, amik engem érdekelnének, és amik egyébként mindenkit nagyon súlyosan érintenek, még ha nem is tudnak róla az emberek. Ezeket a témákat a mainstream média egyszerűen elhallgatja, tehát nem beszél róla, vagy beszél róla, de a hajnali 2 és hajnali 3 óra közötti műsorsávban, 4-en beszélgetnek 5 néző előtt, vagy esetleg bulvárosan van földolgozva, és kissé olyan snasszá vagy nevetségessé téve a témát. Ezért azt gondoltam, ugye mindig mindenki keresi, hogy merre vezet az útja, és én azt éreztem, hogy van egy olyan szakmai hátterem, ami lehetővé teszi azt, hogy én elkezdjek ezekről a témákról kommunikálni, mert hát azt nem mondtam el, hogy persze ezeknek a témáknak van valamilyen fajta kommunikációja, vagy volt valamilyen fajta kommunikációja az elmúlt 15 évben, meg jelen pillanatban is van. Csak azt láttam, hogy nem feltétlenül olyan típusú ez a kommunikáció, ami sok emberhez el tud jutni, és sok embert meg tud szólítani.
Ezért csináltam egy alkotó műhelyt, az én saját szaktudásomból, meg tapasztalatomból kiindulva. Ez jelen pillanatban egy családi vállalkozás, mert hogy az öcsém is 20 évvel médiában dolgozik. Ő vágóként, operatőrként, utómunkaszakemberként fordult meg a Szegedi Városi Tévétől a Kereskedelmi Tévékig nagyon sok produkcióban. Tehát azt gondolom, hogy egy olyan szakmai háttérrel rendelkezünk mind a ketten, ami egyfajta biztosíték arra, hogy tudjunk olyan fajta műsort készíteni, amit sokan néznek. És akkor ebből az alapból kiindulva mondom el azt, hogy nekem mi a gondolatom arról, hogy milyen média kell. Először is van egy elcsépelt fogalom, amit ma is többször hallottunk, ez a független média. Szeretném elmondani, nincs független média. A média mindig valamilyen közvetítő közegen szűrődik át. Ez a saját dolga. Ez azt jelenti, hogy vagy valamilyen érdek mentén működik ez a történet, vagy pedig lehet egy olyan média, amit itt az előttem szólók is mondtak, hogy a fölülről lecsatornázott energia alapján adja tovább ezt a dolgot. Én inkább úgy szoktam fogalmazni, hogy az embernek van egy belső, ha van egy belső etikája, és ez meg tud kifelé nyilvánulni, akkor tud egy olyan fajta médiát csinálni, ami nem csapja be az embereket, ami olyan formában dolgozza fel a témákat, hogy az sokaknak tetszeni fog és működni fog. Amikor 90-ben rendszerváltás után én elkezdtem tévézni, akkor a BBC etikai kódexét tekintettük irányadónak. Ugye Magyarországon nem volt semmilyen hagyománya a szabad médiának, aminek az első számú alapelve akkor az volt, hogy a hír szent, a vélemény szabad. És még azt is leírták benne, hogy egy tudósítást hogyan kell úgy megcsinálni, hogy az objektíven tudjon működni. Na most ugye, aki nézi a mai médiákat, az ugye nyilvánvalóan látja, hogy az újságírók már kivesztek. Jelen pillanatban propagandista média munkásokkal és az ő tevékenységükkel találkozunk, és nincsenek már független médiák, ami az én fogalmaim szerint az, ami gyakorlatilag mondjuk ez a belülről jövő történet. Amit fontosnak tartok még, egy korrekt médiának soha nem szabad a nézőit vagy más embereket minősíteni. Én láttam azt az elmúlt években, Covid kapcsán is, meg egyéb más dolgok kapcsán, hogy elhangzottak minősítések embercsoportokról, mind a két irányból. Ezt teljesen elfogadhatatlannak tartom. És hogy beszéljünk egy kicsit arról is, hogy egy médiának szerintem hogyan kell kinéznie. Egy médiának profinak kell lennie, mindenféle szempontból. Profinak kell lennie az eszközök tekintetében. Milyen kamerával, milyen mikrofonnal, milyen lámpával, milyen utómunkaberendezéssel dolgozom. Kell egy profi arculat. Kell egy profi stáb, akik szakmailag tudják, hogy mit, hogyan kell csinálni. És ami nagyon fontos dolog, ez itt az előzőekben is már elhangzott, hogy ezt valamiből finanszírozni kell. Na most az, amit a Juhász Zoli mondott itt önökre vagy rátok mutatva, hogy majd ti fogjátok ezt kifizetni, ez persze lehet, csak én meg úgy gondolkodom, mint egy vállalkozó, hogy amikor én elindítok egy médiát,
és egy amatőr kamerával leforgatott valamilyen műsor után azt mondom, hogy most akkor gyertek, és akkor fizessetek nekem havi díjat, azt én nem gondolom korrekt cserének. Én a tévét úgy indítottam el, hogy a saját pénzemből bevásároltam a technikát, a saját pénzemből kifizettem az arculattervezést, a saját pénzemből eljárok forgatni, leforgatom az anyagokat, és van egy gazdasági tervem arra, hogy mitől válik ez majd egy idő után, ha nem is önellátóvá, és megmarad nekem egy drága hobbinak, de legalább valamilyen szinten a költségek egy részét meg tudom szerezni hozzá gyakorlatilag. Még egy nagyon fontos dolog van, hogy az Zoli azt mondta, hogy mindenki csinálja a saját dolgát, mert mindenkinek megvannak a saját közösségei, akiknek ő kommunikál, stb. Stb. Amikor én elindítottam az Egy TV-t, akkor az én gondolatom az az volt, én is sok közösségnek vagyok tagja. Permakultúra tervező képzettségem van, ismerem a talajmegújító gazdákat, a Gyulai Ivánnal jó barátságban vagyok, meg még el tudnék sorolni még 20 társaságot, akik szépen csinálják a saját dolgukat, és van egy saját belső, ugye most azt szokták mondani, hogy az emberek jelen pillanatban egy ilyen információs buborékban élnek, mindenki fogyasztja a saját buborékjában lévő információkat. Aki a 444-et olvasgatja, az nem olvasgatja az Origót. Vagy aki a 24.hu-t nézegeti, az nem nézi a Híradó.hu-t. Mert az az ő buboréka. Én viszont azt szeretném, és az az én célom, hogy azokat a buborékokat, amik ebbe a körbe becsatornázhatók, behozhatók, hasonlóan gondolkodó emberek alkotják ezeket a buborékokat, csak más-más közösségek részei, ezeket a buborékokat nagyon-nagyon jó lenne összenyitni. Hogy ne az legyen, hogy neked is van 30 ezer néződ, meg neked is van 50 ezer néződ, meg ne, nem. Hanem nyissuk össze ezt a buborékot úgy, hogy legyen egy 500 ezeres nézőközönség. És akkor korrekt műsorokkal, és egy szakmailag fölépített stúdióval, stábbal, stb. Már hozhat az olyan bevételeket, ami a finanszírozásban nagyon komolyan gyakorlatilag közrejátszhat. És végül, de nem utolsó sorban, akármi is történhet a jövőben, erről itt az elmúlt napokban nagyon sok szó volt, lekapcsolhatják az internetet, meg letörőhetik a Facebookot, meg a mindenféle egyéb dolgokat. Ezért az Egy TV-nek egy fontos küldetése az is, hogy egy archívumot hozzon létre. Azokból a tudásokból, azokból a videóra fölvett anyagokból, amiket mi nem csak az interneten, ott is tartjuk természetesen, hanem ugye ez archiválás szabálya, hogy legalább három különböző helyre mentsük el, hogy ezeket a tudásokat, ezeket megőrizzük és át tudjuk menteni a jövő számára. És végül azzal zárom, és az utolsó mondatom, hogy amikor megszokták kérdezni, hogy a mi csatornánk az mivel foglalkozik, akkor mindig azt mondtam, és mindig azt mondom, hogy mindazzal, ami az életet támogatja. Mindazon témákkal, ami az életet támogatja. Ha fölmentek vagy fölmennek a csatornánkra, itt kint a bejárat mellett van egy ilyen program leírás, és ott mellette van egy matrica, amin van egy QR kód, az a csatornánkra mutat, akkor a csatorna szlogenje elolvasható a animált csatorna logónk alatt, ami így hangzik, ki egyenlít, egybegyűjt, egyesít, mert minden egy.
A Szkíta Egyesület és az Orvosok a Tisztánlátásért Mozgalom mellett létrehoztuk a Szkíta TV-t, ami jelenleg is működik, Tamosi doktornak az önfeláldozó munkájával, amit hetente is a csapat létrehoz. Ennek a fejlesztése van most folyamatban, és a hónap második felében már működőképes lesz az iroda, ami a második kerületben a Moszkva tér környékén lesz. Erről hírt fogunk adni. Most kezdődik el igazából az a munka és egy szerkesztőséget igényel, hogy kiterjesszük, és az okos telefonok és az okos kütyük használatával egy országos sajtót hozzunk létre. Átléptük azt a bűvös számot, 500 fölött van a tagjainknak a száma. Ez az ország minden tájáról, minden megyéjéből van most már tagunk. Úgy gondolom, hogy létre kell hozni azt az országos sajtót, hogy akinek a kezében telefon van, és az adott megyében és helyszínen lát olyasmit, ami közérdeklődésre számot tart, ez beküldi a központnak, és abból tudunk olyan országos hírforrást bemutatni, hogy ez mindenki számára sajtó legyen. Ez a pad, amit te mondtál, gyakorlatilag a médiával kiterjeszthetővé tud válni, hogy minden sorokból tudjunk híreket adni, hiszen ez az ország, akárhogy is nézzük, Budapest központú, és Pest megyéből vannak itt most is szerintem a legtöbben. Az ország távoli sarkáról nem tudunk semmit, mert nem jut el hozzánk. Úgy gondolom, hogy ezt kell kiterjeszteni, és ez most a szerkesztőségnek és az irodának lesz a feladata. Ehhez, aki bármivel hozzá tud járulni, azt nagyon szívesen fogadjuk, és a szerkesztőség ezt meg fogja ítélni, hogy mi kerül bemutatásra. Vannak már olyan programok, és jó néhány webes tévé működik, ami a Covid alatt szenzációsan működött. Én néhány csatornára rákattantam, és fordítási lehetőségek is voltak rajta. Amikor a Covid idején nagyon-nagyon kevés és sok információ jutott el hozzánk, de meg kellett találni. És aki nem találta meg, annak csak a mainstream média jutott. Aki megtalálta, az tudott tájékozódni, és el tudta dönteni, hogy beavatja magát vagy sem. Óriási dolog volt ez akkor. Főleg 2020-ra vonatkozik, akkor ugye az Orvosok a Tisztánlátásért mozgalom hozta létre, szerintem a világon először azt a nemzetközi konferenciát, amiben tudtunk lényeges információt adni az embereknek, hogy hol tart most ez az egész, és a tudomány az hogyan képviseli a Covid-hoz való hozzáállást. Nagyjából ennyi. Bárki bármivel hozzá tud járulni ahhoz, hogy országosak tudjunk lenni ebben a médiában, azt nagyon szívesen fogadjuk. Köszönöm. Több dologban egyetértek veled, tehát ha médiát csinálunk, profit kell csinálni, mint technikailag, mint látványra. Jelenleg az alternatív médiumok, akik most olyan információt adnak, ami hasznos, amit mi hasznosnak mondunk, nem minőségit gyártanak. Tehát ez nem minőség, vágatlanul fölrakni videókat, ezt csak így mondom. Független média van, csak meg kell határoznunk, hogy mitől független. Ennyi lényeg. Tehát úgy nincs persze, mert mi akarunk valamilyen hatást gyakorolni, ez a közösség szeretne az adott médiára, vagy médiumra hatást gyakorolni. Igen, csak meg kell határozni pontosan, mitől szeretnénk függetlenek lenni. Mert ugye a médium az azt is jelenti, hogy közép. Igaz? Igen. És amit Zoli mondott, hogy mindenki csinálja a dolgát. Igen, nagyon jó, és koordináljuk össze, és kapjon ez a központi, vagy bármilyen egy médium anyagokat. Mindenki csinálja a sajátját, de legyen minőség, és legyen sok színű. Mert ahány ember, annyi világ. És annyiféleképpen látjuk azt az almát, ahogy Zoli is mondta. És szeretnénk ezt a sok színűséget belerakni ebbe, de ami lényeg, ez elhangzott, csak profi lehet. Tehát oké, vannak gyerekcipők, járunk benne, döcögünk, így vágunk egy videót, nem tudunk megvágni, nem tudjuk a dramaturgiáját felépíteni egy videónak úgy, hogy hatással legyen az emberekre, olyan hatással, amit mi próbálnánk
Mert mi is manipulálnánk az embereket, csak mi megpróbálnánk az általunk vélt jó irányba terelgetni őket. Igaz? És ha sokan vagyunk sokszínűen, akkor sok irányból próbáljuk, és lehet, hogy megtaláljuk azt a közepet. Szerintem ebbe kellene dolgozni és munkát fektetni. Köszönöm. Hálózat! Megint a hálózat! Az a megoldás. Először én arról beszélnék, hogy én nekem is van egy médiumom, úgymond, tehát én egyetemista koromban már a építészkari újságnak a főszerkesztője voltam, aztán utána különböző újságokban, Makovecnek az országépítőjébe, aztán onnan kivonultunk, a Szabad Gondolat folyóiratot csináltuk, aztán onnan is kivonultam, és 2018-ban alapítottam meg az Európai Közép folyóiratot, ami egy negyedéves folyóirat. Erről annyit mondanék, hogy az a önigazgató társadalom, amiről vetítettem ilyen nagyon absztrakt ábrát, de annak egy organikus működés van a hátterében, ami azt jelenti, hogy egy szabad szellemi élet, tehát a szellemi életnek szabadságra van szüksége, és ugye ezek a területek, amikor összekeverednek, abból keletkezik a káosz, tehát a szabadság terület ez a szellemi élet, nem a gazdaság. A gazdaságban működik a szolidaritás, a testvériség, és a jog területén pedig a demokrácia, az egyenlőség. Amikor valamelyik máshova keveredik, ott káosz lesz. A szellemi élet szabadság az azt jelenti, hogy a gazdasági élet befolyásától független legyen, tehát a commerce kultúra nem kultúra, és az állam befolyásától is független legyen. A mi esetünkben ez azt jelenti, hogy semmilyen állami pályázaton nem pályázunk, nem használjuk az állami újraelosztásból, a fosztogatásból osztogatás című pénzeket, hanem kizárólag ajándékpénzből működünk, illetve az újságnak van egy ára, egy önköltségi ára, itt minden számban kommunikálunk, hogy ennyi volt a költség, kiterítjük a költségvetést, van ennyi darab támogató, aki ajándékpénzzel támogatja az újságot, mert fontosnak tart, hogy egy független médium működjön, és oda tesszük, hogy ennyi az önköltségi ára, ja, honoráriumot nem veszünk föl természetesen, fizetjük a tördelőt, a nyomdát, stb. Lektort, és van egy ajánlott ár, tehát lehet többet fizetni az újságért. Megadjuk a minimumot, meg fölfele a csillagoség, és az emberek egy jelentős része szívesen fizet többet. Tehát rá kell jönni, hogy az ajándékpénz, ugye az a hármas pénzfunkcióból az, amit meg kéne tanuljunk, hogy ne az államra bízzuk a szellemi élet, meg a sok minden olyan. Az állam ne gazdálkodjon egyáltalán, ezt kéne a tudatunkba emelni, és ezért a szellemi élet az csak áldozatból működik, úgyhogy adományozunk a saját vérünkből, különben nem működik. Tehát ez egy fontos alapdolog. A másik, amit hozzátennék, hogy a maga médium, tehát mi papíralapú újságot csinálunk. Van ugyan honlap, de több okból csináljuk ezt. Egyrészt az internetes tartalmak eltűnhetnek bármikor, és soha többet nem lehet őket megtalálni. Ne itt legyen, de benne van a pakliba. Tehát ez egy. Kettő, ha odafigyelünk, egészen más egy könyvet vagy papír alapon olvasni, mint monitoron olvasni. Nem azért bántja a szemet, nem. A gépben démonok laknak, akik kéretlenül belénk bújnak, és a tartalmat torzítják. Hogy lehet ezt tapasztalni? Ugye például az internet alkalmatlan az eszmecserére. Tehát a csetelés sem, az nem egy szellemi élet. Van egy mondás, hogy az interneten csak összeveszni lehet. De ezt észrevesszük, hogy a csetelés közben hirtelen az indulatok fölgerjednek, és átmegy anyázásba, és akkor, amikor Facebookon ugye a demokráciát viszik a szellemi élet területére, és akkor akárki, akármekkora hülyeséget mondhat, az egy platformra kerül
legnagyobb bölcsességet, tehát ez nem megy. Mi a csetelést, az újságnak is van Facebook oldala, meg honlapja, kizárjuk. Ott nem lehet, élőbe lehet beszélgetni, eszmét cserélni. Az internet, hogy ezek a közegek, ezek szállításra alkalmas, tartalmak szállítására. De ez azért tartom fontosnak, mert ugye itt ebben a közegben nem néznek hülyének, ha a szellemvilágról beszélek és annak a lényeiről. Tehát ezek nagyon konkrét lények. Ugye van egy Arimán nevű lény, egy kísértő bukott angyal, aki az embert a földről le akarja választani. És az ember és a föld közé beékeli a technikát, a technológiát. Ugye ez a Csillagok háborújában van ez precízen ábrázolva, mert annak a forgatókönyvét egy Waldorf tanár írt a Marshall Lucas-szal együtt. Abban benne van, hogy Arimánnak hogy látja a Földet, hogy szeretné látni. Hát az a halálbolygó, egy fém golyó, amiben nincs élet. És a technikát használja az emberi képességek helyett. Tehát amikor az embernek ki kéne fejlesztenie mi nekünk egymás között a telepátiát, a úgymond a vezeték nélküli kommunikációt ember és ember között. Arimán ezt érzékeli, nem látja, csak érzékeli, és ennek a karikatúráját hozza létre a technikával. Kitalálja a mobiltelefont. Akkor van egy kozmikus, univerzális emlékezet, ezt Akasa krónikának hívják, ez a szellemvilágban egy magas szférában elérhető, ott minden cselekedetnek, minden igazságnak a lenyomata ott van. Ezt nem látja Arimán, de tudja, hogy van, és ezért ennek a karikatúráját létrehozza, és ez az internet. Ezt látnunk kell, hogy ez a technika egy démoni közeg, amiben nem mondom, hogy ne használjuk, használjuk, csak vegyük észre, hogy ez torzítja a tartalmat, hat ránk, és egy erő kell, hogy ennek a hatásától az ember függetlenné váljon, és akkor tudja helyesen használni. De ez nem pótolja a személyes jelenlétet. Tehát amikor erről beszélünk, azért mondtam tegnap is, hogy az én médiám azt én máshogy használom. Tehát amikor egy szellemi igazságot megragad az ember, az bekerül egy gondolati szférába, ami az egész Föld, a Föld összes embere számára hozzáférhető, aki megpróbál gondolkodni. És bekapcsolódik abba a szférába, és eszébe jut az a tartalom, amit a Föld túlsó oldalán valaki kigondolt. Ez egy reális valóság, nem az anyaghoz kötődő, tehát hogy melyiket hogyan használjuk, mi mire való, egy valódi, eleven szellemi élet és a materiális eszközök. A lényeg az, hogy tudjunk róla, hogy mi mire való, és ne tápláljunk illúziókat, hogy majd a technika majd megoldja helyettünk azt, amit csak személyesen tudunk megoldani. Tehát ez csak mondom, ez egy figyelem oda irányítás, hogy mire figyeljünk, miközben kommunikálunk, és mit várjunk el a médiától. Köszönöm. Nincs könnyű dolgom, mert majdnem mindent elmondtak az előttem szólók, amit én is fontosnak tartottam volna. A legnehezebb téma maradt a végére, vagy legalábbis úgy gondolom, hogy meglehetősen nehéz téma, amit ugyanakkor nem lehet megkerülni. Ez pedig a leválasztás. Mert ahhoz, hogy amit csinálunk, egy új, igaz és a céljának valóban megfelelő médiát, akkor ahhoz, hogy az emberek nagy számban felfigyeljenek erre, és úgymond rá tudjanak csatlakozni, ahhoz le kell, hogy csatlakozzanak a jelenlegi hazug propagandist a médiáról. Miért gondolom, hogy ez a legnehezebb dolgok egyike? A saját szomszédomat nem tudtam éveken keresztül a Covid-pandémia, vagy plandémia, ahogy tetszik, kérdésében jobb belátásra bírni.
gyógyszerész vagyok egyébként, nem média szakember, hogy mégis miért ebben a megtisztelő társaságban vagyok, annak két oka van, hogy foglalkozom egy amatőr film készítéssel időnként, vágással, tartalomszerkesztéssel. Józsi ezt tudja, és ide helyezett, amit azért lett jól egyébként, mert egy korábban tervezett utazás miatt csak a mai napon tudtam idejönni, ezért elnézést kérek, ha valami olyasmit mondanék, amit előtte már elmondtak. Nem tudom, hogy mik hangzottak el a korábbi napokon. Tehát az eredeti gondolathoz visszatérve, tehát hogy azt hiszem, hogy, és én nem akarok itt észt osztani, mert én sem tudom, hogy lehet azt a fajta függőségi viszonyt, ami az embereket a könnyen emészthető, alacsony ellenállású tartalmakhoz kapcsolja, ezt megszüntetni, és ezzel lehetőséget biztosítani arra, hogy az igényesebb, az igazságot, a valóságot közvetítő, és hát számukra igazán hasznos tartalmakat biztosító forrásokra nyergeljenek át. Miért lenne még ez fontos? Amit én igazán nagy társadalmi problémának látok napjainkban, az, hogy az utóbbi egy-két generáció, már az enyém is, a gyerekeimé, meg már egyértelműen, és a most kisiskolás, óvodáskorú gyerekeké szinte kivétel nélkül. Kivételek mindig vannak, tehát ha valaki ráismerne, vagy nem ismerne rá éppen valamely saját személyes ismerősére, vagy családtagjára, ennek nyilván ez az oka. Összességében ugye a mi apáinkat még a szülők, vagy még inkább a nagyszülők nevelték, hiszen a szüleik sokszor dolgoztak, és a nagy, a megbölcsült, megérett nagyszülőktől kapták meg azokat az információkat, amelyek ideális esetben évszázadok alapján kiszelektálódtak, kiválogatódtak, hogy mik helyesek, mik működnek hosszú távon, mik azok a dolgok, amik egy emberi közösség működését hatékonyan tudják szolgálni. Ezeket az információkat a gyerek a maga életkorának megfelelő módon szüleitől, nagyszüleitől direktben megkapta, kipróbált a dolgokat. Ma mi történik? Ma azt látjuk, hogy gyakorlatilag a szülők alig beszélgetnek a gyermekeikkel, a gyermekek megkapják 3 évesen az első okostelefonjukat, és ezt követően szinte fel sem néznek a képernyőről. Nagyon sok ilyet látok a saját környezetemben, lehet, hogy ez ilyen mintavételezésem rossz, de tartok tőle, hogy nem pusztán ennyiről van szó. Tehát az, hogy ezen változtatni tud, és ez két generáció alatt történt, nem több. Ahhoz, hogy ezen változtatni tudjunk, tartok tőle, hogy nem lesz ilyen egyszerű, főleg pedig nem fog így szinte magától menni. Én ennek ellenére ezt a folyamatot úgy gondolom, hogy a gyerekeknél el kell kezdeni. Mindenki a saját környezetében, mert mást egyenlőre nem tudunk tenni, csak felvilágosítani a fiatal szülőket arról, hogy milyen veszélyeket jelenthet az, hogyha gyakorlatilag a gyermekük a központi agyra és adatbankra csatlakozik mindössze, és hogy mennyire kiszolgáltatottá válik ezzel. És hogy aztán persze ez a felnőtteknek amivel kezdtem, hogy a lecsatlakoztatását is ugye feltételezi, hiszen a gyerekek még egyfajta vezérlést szükségelnek. Főleg azért, hiszen lehet látni azt, hogy nagyon nagy az affinitás részükről arra, hogy
hogy egy színes képernyőt, ami mindig történik valami, amit, ahol gyakorlatilag passzívan jól érezhetik magukat, nem kell érte semmit tenni, maximum nézni ki a fejükből. Azt gondolom, hogy ez mindenképpen megérdemelne egy hosszabb diskurzust, és nagyon kíváncsi lennék az itt egybegyűlteknek a véleményére, hogy ezt hogyan lehet hatékonyan megtenni. Amihez még visszatérnék egy pillanatra, az valóban, és ezzel is kapcsolatos egyébként, az valóban a minőségnek a kérdése. Ugye rengeteg olyan tartalmat látunk, és a mi köreinkben is, tehát úgymond a konteós és gondolkodó körökben, ami nem megfelelő minőségű, nem olyan esztétikummal rendelkezik, ami az embert arra indítaná, hogy időt, energiát szálljon rá, megnézze, végig gondolja. Miért van ez? Azért, mert egyszerű, olcsó eszközökkel, amik szinte már mindenkinek a rendelkezésére állnak manapság, igénytelen módon lehet úgymond médiumot szerkeszteni. Ez az írottra ugyanúgy vonatkozik, tehát rengeteg olyan cikket látunk, ahol nyilvánvalóan Google fordítóval vagy mesterséges intelligencia fordítókkal, külföldi anyagból, magyar tanul érthetetlen, nehezen érthetően ollóztak össze. Viszont aki megelégszik ennyiben, és azt mondja, hogy nem teszem bele azt a másfél-két órát, hogy azt a szöveget én átnézzem, korrekturázzam, mert oké, használjuk ki a technika adta lehetőségeket, de utána azért ellenőrizzük, tehát ne küldjük ki az internetre félig nyers állapotban, mert lehet, hogy egyszer vagy kétszer el fogják olvasni, de harmadikra ugyanabból a forrásból származó információt már nem fogják megnyitni, mert azt gondolják, hogy ez nem üti meg azt a mértéket. És talán a minőség garanciájának a beépítése oly módon valósítható meg, amiről itt beszéltetek, hogy legyen egy központi műsor elosztó és tolmácsoló médium, ahová a kisebb műhelyek mindenki tehetsége, lehetőségei szerint, aki évente egy filmet, egy tudósítást, egy riportot tud beletenni, mert annyira van ideje, mint például nekem van, mert hiszen nekem van egy fő foglalkozásom, család, mint egyéb problémák, de nagyon szívesen foglalkozom tartalomszerkesztéssel, csak nagyon korlátozottak a lehetőségeim. Évente egy, esetleg két dolgot, azt felelősséggel ki tudok adni a kezem közül. Nyilván mások is vannak így, akinek többre van a tehetsége, az többen. És lehet akkor tényleg egy olyan központi szervet összehozni, akik ezeket a minőségi tartalmakat összegyűjtik, esetlegesen kvázi egy minőség ellenőrzést is végeznek egyben, és amiről úgy gondolják, hogy ki mehet, azt akkor tehát közkincsé teszik, bárki számára hozzáférhetővé, és itt akkor csak minőségi tartalmak lesznek. Ha ezt az emberek, ha erre felfigyelnek, akkor egy idő után nyilván önmagát fogja eladni a dolog. Legalábbis én nagyon remélem, hogy így lesz, és sok sikert kívánok mindenkinek, aki ebben a projektben részt vesz. Köszönöm szépen! Két mondatban rendelhetnék. Igen, az a baj, hogy az időnk lejárt, de nagyon gyorsan mondom, arra a felvetésre, hogy hogyan lehet elhozni onnan a nézőket. Szerintem egyszerűen. Ugyanis jelen pillanatban nem kapnak mást. Ők jelen pillanatban csak azt tudják fogyasztani, ami onnan jön. Ha mi azt mondjuk, hogy egy adott technikai színvonalon, egy adott szerkesztési színvonalon
egy adott utómunka forgatási színvonalon készítünk műsorokat, ami szerintem az alapja a dolognak, mert ők onnan ezt kapják. Profi tévések csinálnak nekik műsorokat. Nem fognak eljönni olyan helyre, ahol nem ezt az alapkiinduló minőséget tartják. És utána tudunk nekik olyan tartalmat mutatni, ami érdemes, ami érdemleges, akkor el fognak jönni. Mi 5 perces, általában 5 perces szerkesztett anyagokat rakunk föl, 6 hete publikáltuk az elsőt, így megy fel a statisztikánk. Egy percek, jó? Egy percek. Gyakorlatilag nem tudom, hogy hány újságíró van jelen, én újságíró is vagyok, nem csak jogász. Ráadásul 2006-ban másfél-két éven keresztül a Kossuth tér újságot szerkesztettem, úgyhogy picit van rálátásom erre a dologra, de semmi sem az, aminek látszik, ezt mi pontosan tudjuk, és ezért valójában egyet kell, hogy értsünk, tehát ha valami profit dolgot tudnánk adni, hangsúlyozom, hálózatos rendszerben, mert nem kell tudósítókat fizetni Szegeden, Miskolcon, Szolnokon, akárhol, hanem az önkéntesek hálózatában ezt a központ meg tudja oldani, úgy, ahogy mondtad, hogy egy kicsit ellenőrizve, talán egy kicsit megvágva azt az anyagot, mert egyes emberek ugye, akik ma már ezekkel a profi készülékekkel, ezzel a telefonkészülékekkel, ezek profik valahol, rendelkeznek, tudnak felvételeket csinálni, abból lehet zseniális anyagokat készíteni, abszolút egyetértünk. De mi a dolognak a lényege? Az a lényege, és ezzel kell nekünk szembeszállni abszolút, ugye emlékszünk a ráció edukációra, mit mondott, mit írt le Mária Terézia, hogy alattvalókat kell képeznünk, azért kell az iskola. De most nekünk itt nem alattvalókat, hanem valódi Szent Korona polgárokat, Szent Korona tagokat kell képezni, öntudatos magyarokat. És ha ez a cél, akkor szerintem tökéletes lenne egy ilyen központi, mondjuk azt, hogy médium, mert ugye a média az egy nagy egész, ezt mindig keverni szokták a médiumot, meg a médiát, de én nem akarok hosszasan beszélni, csak egy utolsó mondatot, ami nevezetesen azt jelenti, hogy a jelenlegi diktatúra, mert egy pénzdiktatúrában élünk, a jelenlegi pénzdiktatúrának a legfőbb eszköze a kényelmi technológia. Ha mi ezt a kényelmi technológiát, amit ellenünkre használnak, vissza tudjuk fordítani, akkor profik vagyunk. Elnézést! Köszönöm. Csak egyetlen mondat. A teremtő úgy teremtette meg a világot, hogy az sokféle legyen. Tehát a biológiai sokféleség az az adaptáció és a túlélés záloga. Ezt kellene, hogy a média is kövesse. Köszönöm. Évig Kanadában éltem, egy évvel ezelőtt költöztünk vissza a feleségemmel, és megdöbbent az, hogy mennyire másként gondolkodnak itt az emberek, és hogy mennyire aktívan keresnek jó megoldásokat. Ez fantasztikus. Én azt hiszem, a rajtatok van a legnagyobb felelősség, hogy minden nap, amikor a médiával foglalkoztak, az első kérdés az, hogy tudok-e értéket teremteni, illetve milyen értékrendet adok át. Tehát itt kezdődik, ezt angol úgy jelent, hogy deathbed priority, amit hogy halálosság, prioritás, tehát hogy amikor meghalsz, abban a pillanatban végig gondolod az életedet, akkor tudsz-e úgy végig gondolni ezt, hogy te valójában értékeket adtál át a gyerekeknek, a fiataloknak, a másoknak, és ez az, aminek a központba kell lenni, és amit végülis ez az egész összejövetel megvalósít, és itt sok ember ébren van, és intelligensen szól hozzá, de ez kell valahogy, tehát egy ilyen, a másik az, hogy föl kell ismerni, hogy honnan jön a legnagyobb támadás, és hogy tudunk ellene harcolni. Tehát például 6 gyógyszeripari cég vezetője összejött kb. 6 évvel ezelőtt New Yorkban, és ott döntötték el, hogy az egész trans
trans problémát felfuttatják, mert az állat jó biznisz. Aki egyszer, ez majdnem olyan, mint a cukorbetegek, akiknek egy életen át kell szedni gyógyszert. Tehát az, aki egyszer csinált egy nemi változtatást, abban hihetetlen nagy, hihetetlen jó fogyasztó különböző gyógyszerek szempontjából. Tehát most annyira nyitott még a média, hogy lehet látni, hogy mik azok a támadások, amit gyakorlatilag az egész világot támadják, és föl lehetne szinte előre készülni, hogy mi ellen támadjunk, azaz egy erős csapatot, vagy erős gondolatokat, értékrend alapú gondolatokat, gondolatok révén támadjunk vissza. Ezt meg lehet csinálni, ezt át lehet gondolni. Figyelni kell, hogy ki mit csinál. Most már nyíltak a World Economic Forum Davosba, teljesen nyíltan kommunikálnak, hogy ők mit akarnak, most mindegy, hogy a zöld energia, mindig jön a következő. Tehát nagyon jó föl lehet erre készülni, fölkészíteni a magyarokat, és ez a tudás és ez az értékrend átadás az, aminek a középpontba kell lenni. Mi úgy neveltük a gyerekeket, hogy teljesen tévé nélkül három dolgot csinálhattak csak, gyakorlatilag könyvet olvasni, zenélni, vagy kimenni a szabadba játszani. És így az egyik gyerekünk lett Kanadában egy Silicon Valley Software cégnek a prezidentes CEO-ja, ügyvezetője, az igazgatója 32 évesen, 60 ember dolgozik neki. Olyan dolgokat elértek a gyerekeink, amit a többiek láttuk azt kint Kanadában, hogy lemaradnak. Tehát a legtöbben csak fogyasztók, mi aktív olyan értékekkel építettük fel a gyerekeinket, vagy neveltük a gyerekeinket, ami hihetetlen sokat tud. Tehát ez az érték, jó, értékközpont, ez az, amit a legfontosabbnak tartok. Nagyon jó ez az értékközpont, de most a mai napon szerintem nem volt még szó a fiatalokról. Azokra, arról a generációról, akik már a TikTokon nőnek fel, mondjuk. És ugye beszéltünk itt a padról, hogy ez milyen jó, én is emlékszem még arra, hogy milyen jó volt a pad, de az már ma nem életszerű dolog. Tehát tovább kellene haladni és valamiféle szintet lépni ez ügyben, mert látjuk, hogy a fiatalok tulajdonképpen nem igénylik a profi médiát vagy médiumot, hanem egy pár másodperces dolgot felraknak, és rengetegen követik őket. Tehát ez irányba is el kellene kezdeni gondolkodni, hogy mi a fiatalokat, tehát a következő generációt, vagy azt, aki már ebben szocializálódott, hogy tudnánk elérni. Én annyit szeretnék hozzászólni, hogy jó, hogy ez szóba került. Egy percet sem akarok beszélni, csak annyit, hogy az például itt van ez az Azaria jelenség, ugye, hogy milliók töltötték meg a stadiont, hogy lássák őt, vagy azt szeretném csak, hogy nem mindegy, hogy az ellenséget hogy másoljuk le, hogy tudjuk, hogy az az ellenségnek a produktuma az, hogy profik és hogy hogyan profik, és akkor mi ebből kell valahogy tanuljunk úgy, hogy ezt közben le is leplezzük. Ezt akartam mondani. Tehát, hogy a leleplezés, és még volt egy gondolatom, hogy úgy szeretnék innen elmenni, hogy hallani valami összefogó történetet, és szerintem ez a médiának is a dolga lenne, hogy az a média, amit mondjuk a Skita TV közvetítene, hogy valahogy elmesélje nekünk, hogy mi történik itt a világban. Ennyi. És köszönöm szépen, mert én szót kértem tőled, és tökéletesen is terendben történik a dolog. Elmondom miért, mert van sokszor, hogy az ember nem tud egy információt, ezért bizonyos dologban úgy tűnik, hogy mintha hátráltatva érezhetné magát. Én például nem tudtam, hogy 10 óráig ki kell csekkolni, nem baj, ez így volt rendjén, elmentem, és amikor beértem, én lélekfilmes vagyok, a lélekről fogok beszélni, három percet kértem, kereken 11 órakor,
És akkor érkezett a mutató, kerekedett a filmező, fogjátok másodperc, pontosan a 11-ese. Arról beszéltünk, hogy minden, ami igaz, az egyes-egyesre végződik. És én nekem az a sugallatom, hogy úgy tudunk az emberekhez, a lelkükhöz odaférni, hogyha amikor odaültem, meglátjátok, mindenki úgy volt, hogy öt ember, és ott volt a király, aki az állarcos. És az lenne szerintem az igazi médiának a szerepe, hogy azért kértem azt, hogy addig viszonylag nem profin, mert itt az a helyzet, hogy mindenki profi médiát akar. Itt van a kulcs. Jó, isteni média kell, nem profit, nem a profitra menni, hanem az, hogy egy jó, az emberek jól éljenek, nem profi módon, én jól felveszem ezt, és ez megint isteni rendet alkot, pontosan az, hogy azt kértem az Istentől, hogy reggel felébredtem, hogy tudjak egy olyan mondatot mondani, ami lehet, hogy az emberek megértik. És a Dr. Bucsafrid mellett ébredtem, és azt filmeztem, mikor itt voltatok, hogy a TikTokra készítettem videókat, egyperceseket, hogy az kiták lesznek, akik először felébrednek. Pontosan a TikTokra készítettem, viszonylag fiatalként, de azt tudom mondani, hogy jött egy sugallat. Van egy ősi dolog. Édesanyám azt jelentette, hogy imádkozzunk és dolgozzunk. Az ima az nagyon fontos, és van az ősi dolgok, az ősi ima. Antan ténus, szóraka ténus, szóraka tikitaka, alaba bambusz. És amikor jöttem idefele, felhívtam egy kedves barátomat, mondd el, hogy mit jelent ez. És azt jelentette, hogy az egyensúlyra kell figyelni. És ott az egyensúly. Én azért ültem oda, és hogyha csak két-három ember ült volna ott, nem álltam volna bele. De mivel ez így volt, ezért az egyensúly, és pontosan az egyes média, az egyensúly, stb. És ennyit akartam mondani, hogy isteni rendben álljunk bele, és hogyha az emberek csak egy mondat, tényleg egy utolsó mondat, ha bárki azt mondja, hogy egy olyan vírus mondatot tudunk elindítani az embereknél, hogyha te csak annyi egy TikTok videóra kirakod azt, hogy elmondod ezt az ősi dolgot, semmi más. És te is elmondod, mindenki te elmondja, akkor mindenki meg fogja kérdezni, mi történt. Én is csak egy mondatot kérek, nevezetesen én a Hungária televízióban is, ugye, próbálok csak egy mondatot mondani. Tehát a Hungária televízióban is dolgozom riporterként, hangsúlyozom önkéntesként, nem pénzért, de már is felajánlom, hogy a Hungária televízió, amennyiben újra lesz majd stúdiónk, akkor szívesen betársul ide ebbe a hálózatba, hiszen én nem véletlenül erőlködök ezzel a hálózat kifejezéssel. Azért erőlködök vele, mert az az érzésem, hogy csak akkor lehet, kizárólag akkor lehet megoldani ezeknek a különböző egységeknek, akik egyébként itt is itt ülnek, az összecsatolását, hogyha megértetjük azt, hogy kell ugyan egy centrum, aki bizonyos ellenőrzést az anyagok fölött esetleg megejt, de mindenképpen szükség van arra, hogy a vidékről, a kis falvakból vagy városokból megérkezzenek azok az anyagok, amik egyébként a fősodratú médiában soha nem jelennének meg. És azt hiszem ez a kulcs, hogy olyan dolgot kell adni, sajnos ez a fogyasztói társadalom, hát hiába, de bele kell, ebből a szempontból nekünk bele kell ebbe illeszkedni. Ez a melyik egyik? Olyan szolgáltatást kell adni az embereknek, amivel leleplezzük eznek a társadalomnak az aljasságát, amivel rá lehet őket beszélni, hogy ne menjetek már be a multiba. Köszönöm. Na, szóval biztos, hogy nem a TikTokra fogtok rövid videókat csinálni, egyiktek se. Elnézést. Mert hogy hiába kértem azt, hogy
fejezzük be fél órával hamarabb, senki nem volt ebbe partner, de mindegy. Szóval most már, hogyha be akarjuk az eredeti időre fejezni, akkor én nem szólhatok hozzá semmit. De annyit azért próbálnék összefoglalni, hogy akkor ugye van egy ilyen meglátástok, hogy profi videót kell csinálni. Bár a Gyuri, aki ez az egyik fő szószólója ennek, a felesége meg azt mondja, hogy TikTok videót kell, színvonal nem kell, mert ugye a fiatalok azok azt fogják nézni. Aztán volt egy fontos meglátása a Nitájnak, aki azt mondta, hogy nem kell feltétlenül egy egységes médiát csinálni, hanem inkább ezeket így hagyni, mindegyiket a maga menetében fejlődni. Aztán többször azt mondtátok, hogy hálózatba kell tenni ezeket. Kiemelkedő volt ugye az, hogy kell egy ilyen központi hírelosztó, amelyik a jó híreket, a jó információkat közvetíti. Ugye Gyuri ebbe serénkedett, hogy volt ez a média, mi volt ez? Volt egy ilyen központi hírforrásod. Igen. De az csak egy internetes felvetett videó. Igen. Na, de azt nem lehet tovább vinni, vagy ezt már nem tudod vinni tovább? Mindent meg lehet próbálni, de nem biztos, hogy tovább kell vinni, mert egy teljesen más jellegű közösség, más látásokkal van, tehát egyszerűen egy újat kell csinálni, azokon az elvi alapokon lehet dolgozni. Szóval, ami közösségünkből kijön, ugye, van egy Facebookhoz hasonló közösségi média felületünk, van egy kereső, olyan valószínűleg van másnak is, most ezt nem tudom hirtelen, de talán a Zolinak, ugye, a Juhász Zolinak. Tehát van egy ilyen közösségkereső felület, vannak serénkedő, de technikailag gyenge színvonalú amatőr tévék, ugye, mint például mi is vagyunk. Van a Gyuri, aki időnként csinál marha jó videókat, de most nincs egy ilyen egységes felületed, úgy gondolom, vagy van? Ugyanúgy én ott vagyok Facebookon, YouTube-on. Igen, de mondjuk nincs egy ilyen rendszeressége a dolognak. Nincs, hát várom azt a központit, amit ott jövőzlek. Van írott sajtunk, vannak bedolgozó lelkes emberek, adom oda mindjárt. És vannak, akik szívesen becsatlakoznának egy ilyen hálózatba. Nincs nagy pénz, az ez egy elég nagy blokád. De úgy gondolom, hogy ha mindenki megőrzi az önállóságát, és abban gondolkodik tovább, mint ahogy a Józsi teszi az egy tévével, hogy a sajátját fejleszti, és ahhoz próbál forrásokat keríteni, akkor ezt a témát, ezt úgy nagyjából le is lehet venni a napirendről. Én nekem a legnagyobb problémám azzal, hogy sok pénz kell hozzá, hogy azt kikapja, hogy honnan veszi. Ha ő magának szerzi, akkor minek? Minek kell erről gondolkodni? Hát szerzi és csinálja, és az marha jó. Ha abba gondolkodunk, hogy na, álljunk össze, és akkor majd pályázunk, vagy majd mecénást keresünk, vagy ilyesmi, akkor az jut eszembe, hogy közös lónak túlos a háta. Szóval, hogy mondjuk Juhász Zoli csinálja a Nexus klubot, nem tudom, hogy kinek a tulajdona az övé, akkor nem kell ugye játszani, mintha ez ilyen közös platform lenne, akkor ez a saját, akkor fő kell vállalni az övé. Tehát szerintem a legjobb pénzszerzési lehetőség az az, hogy mindenki csinálja a sajátját, és azt menedzseli. Nem? És akkor csinálja az olyan színvonalat, amit azzal el tud érni. És a többi meg próbálja a saját útját. Én nem nagyon tudok ebből a beszélgetésből, amit most itt elhangzott, többet összegezni. Szeretné valamit? Igen, itt egy percben megpróbálok szint vallani.
elkövettem egyik életem lehet legnagyobb hibáját, megvettem egy piacvezető média céget, amelynek még mai napig én vagyok a tulajdonosa. Ez a lovasok.hu. Ez azért érdekes ebben a kontextusban, mert rendelkezünk egy szegmensnek a piacvezető média felületével, ahol elkövettem azt a hibát, hogy kirúgtam mindenkit, aki hazudott, és csak olyan tartalmakat engedtem kommunikálni, ami igaz. Ez eddig 150 millió forintomba került. Úgyhogy amit megtanultam ebből az időszakból, ez 7 év, hogy mi a média bugyra, és ami a legfontosabb, amit a hölgy felvetett, hogyan lehet eljutni a fiatalokhoz. Ahhoz a célközönséghez, aki most egyébként aktívan lovazik, és szereti a lovat, és miért volt ennek fontos szerepe az én életemben, és lehet ennek a mai napban is fontos szerepe van. Létre akartok hozni, létre akarunk hozni valamit, amit nem tudjuk, hogy kinek hozunk létre, és hogy miért. Azt tudjuk, hogy magunknak meg akarjuk csinálni, de el akarunk jutni másokhoz. És az én tapasztalatom az, hogyha most itt lerövidítve a kütyüt minden, a sport az, ami kihozza az embereket a kütyüből. Jelen esetben a ló egy nagyon fontos közvetítő eleme a dolognak, mert a ló megrúg, ha nem figyelsz oda, meg ledob. És ezt értsétek meg egy mondat erejéig, hogy a fiatalokat kihozni a kütyűből, az lehet a média feladata, ez pedig a, nyilván a rendezvényeken keresztül. És ennek egy fontos eleme lehet az edukációban a sport. Jó? Én csak ennyit akartam ezzel kapcsolatban. Köszönöm. Jó. Akkor én nagyon szépen köszönöm, hogy végighallgattátok és beszélgettünk azért a végén egy kicsit. És nem csak egyenként mindenki elmondta magáét, hanem volt egy kis beszélgetés is ebben. Abban tudok csak bízni, hogy gondolatokat indított el a mai szekció, média szekció, meg abban, hogy mindenki a maga útján fejlődni fog. Összefogásnak a lehetőségét pedig ebben a hálózatalkotásban, tehát hogy kapcsolódjunk egymáshoz, próbáljunk nagyobb bizalommal lenni egymás iránt, ezt tudom csak megfogalmazni konklúzióként. Szerintem ezekből talán Jóisten segítségével valami ki fog jönni. Hadd zárjam le most már. Köszönöm szépen. Akkor az lenne a kérésem, hogy 11:30-kor találkozzunk. Az eredeti menetrend szerint kezdjük az oktatás szekciót. Hogy? Tehát 11:30-kor, jó? 10 perc múlva.